Leslie Le Lorenz. Magyaró allergia. Bátori orsi történetei. 1. Akkor kellett volna nemet mondanom, amikor en Gordon felajánlotta, hogy lakjak együtt vele. Még alig, hogy csak megérkeztem az egyetemi kampusba, még a csomagjaimtól sem sikerült megszabadulnom ott hevert mindkét bőröndöm a lábam mellett, amikor en, Gordon odavágódott hozzám, mint egy fél tégla, és kissé rövidlátón pislogva szemügyre vett. Mondhatnám úgy is, hogy úgy körbe szaglászott, mint a kutya, amelyik megérzi a járók a hamburgert. Csak akkor szólalt meg, amikor már eldöntötte magában, hogy én leszek az ő embere. Vagyis én lehetnék. En, csinos lány volt, kis pisse orrú, elegáns, kerek kis szeplőkkel az orra körül. És kék volt a szeme, mint a nyári égbolt. Konzervatívan öltözködött már ha a jeast konzervatívnak lehet mondani. Akár az, akár nem, minden esetre nadrágja ügyesen kiemelte kerek fenekét. Egy szóval en, Gordon jól nézett ki ahogy egy első évesnek ki kell néznie. Hogy én hogy néztem ki. Alapjaiban véve elég szerencsétlenül. Ha nem akartam balhé közepette elválni a szüleimtől, kénytelen voltam mindazt elpakolni, amit csak elém hordtak. Beleértve a jó tanácsaikat is. Bár egyikük sem végzett egyetemet, azért természetesen mindenkinél jobban tudták, hogy mire van szüksége egy első éves hallgatónak. Én meg úgy gondoltam, jobb, ha nem ellenkezem, összeszorítom a számat igen, anya, igen, apa, aztán ha egyedül maradok, megszabadulok mindattól a sok kacattól, amivel teletömködíték a bőröngyeimet. Már ki is találtam, mit teszek. Alkalmas időben mindkét táskával kisétálok a kampust, azaz az egyetemi városkát határoló patak partjára, és minden cuccomat belehajítom a vízbe. Nos, éppen azon töprengtem, hogy vajon merre lehet a gazdasági hivatal, amikor en, Gordon megkezdte körülöttem a szaglászást. Egy ideig csak nézegetett, aztán odalépett hozzám, és felém nyújtotta a kezét. En, Gordon vagyok, mondta. Szintén első éves. És vigyorgott mellé, megmutatva vakító fehéren villogó fogait. Arra gondoltam, hogy fog a villogását tekintve akár az Egyesült Államok elnök helyettese is lehetne. Vagy egy utazó ügynök. Kelletlenül elmosolyodtam és kezet ráztam vele. Én meg Béborá, ó, hárá, mondtam. Hol szerezted ezt a szörnyű nevet? Hökkent meg. Melyiket? Kérdeztem jó magam is meghökkenve. A Béborára, gondoltam csóválta meg a fejét. Olyan vénasszonyos. Ez új volt számomra. Még soha senki nem mondta, hogy vénasszonyos a nevem. Majd kerítek valahol egy másikat ígértem neki, és már nem mosolyogtam. Nehogy felkap nekem a vizet. Figyelmeztetett. Én már csak ilyen vagyok. Ami a szívemen, az a számon. Különben nem is olyan rossz név. A Bibliában is előfordul. Egy öreg zsidó profétanőt hívtak így. Vagy királynét. A fenese emlékszik már rá. Pedig az apám háromszor is végigolvastatta velem az egészet. Ez aztán némiképpen feloldotta a köztünk libegő feszültséget. Valószínűleg ő is abban a cipőben járt, amelyikben én. Az ő apja is jobban tudja, hogy mi kell neki, mint ő maga. Ezért aztán nem is lettem volna meglepve, ha bevallja, hogy az ő oldaltáskájában meg egy minkű nagy biblia alapul, tel is tele számtalan, öreg, zsidó prófétával és profétanővel, és csak az első alkalmat lesi, hogy megszabadulhasson tőlük. A barátaim Debbinek szólítanak, mondtam. Így már valamivel jobb bólintott. Van már helid. Helyem. Hökkentem meg. Ezt hogy érted? Úgy értem, hogy hol laksz. Még sehol mondtam. Mi lenne, ha velem laknál? Kérdezte biztatón mosolyogva. Nálunk van még egy szabad hely. Jó magam is csak tegnap költöztem be. Bár korábban úgy gondoltam, hogy majd a gazdasági hivatal mondja meg, hogy kivel fogok lakni, en, megnyugtatott, hogy ha kifejezett kívánsággal lépünk be a hivatal ajtaján, senki nem ellenkezik velünk barátságos kisvidéki egyetem a miénk, emberi a behemótoknál, itt még szót lehet érteni a hivatallal. Ha bemegyünk és elmondjuk, hogy együtt szeretnénk lakni, nem fognak ellenállni a kérésünknek. Mivel nem voltam biztos benne, hogy ha elutasítom az ajánlatát, jobban járok, bólintottam. Felőlem mondtam. Akkor rajta. Vezényelten, Gordon. Két bőröndömmel és újdonsült ismerősömmel bevonultam a gazdasági hivatalba. Tíz perc múlva en, Gordon lakótársa lettem. És még két másik lányé. Kettő. A lakóházak magasra nőtt fenyőfák alatt bújtak meg, s maguk is fából készültek, ahogy erre felé szokás. Két szintesek és barátságosak voltak. Mindegyik szinten két szoba helyezkedett el, ezek voltak a hálószobák, két fürdőszoba és a földszinten jókora hal. En, feltessékelt az emeletre vezető csiga lépcsőn, és már is egy szépen berendezett szobában találtam magam. Nyitva volt az ablaka, s amint bedugtam a fejem az ajtó egy mókust láttam kiugrani jövendő otthonomból. Van belőlük elég legyintetten. Ha nem vagy itthon, Ajánlatos csukva tartani az ablakot. Csak nem fél szamókusoktól. Kérdeztem. Úgy általában nem felelte. De néha találnak veszett állatokat is. Vajon mitől veszhet meg egy mókus? Tűnődtem. Talán a szüleitől találgatta en. Lehet, hogy előírják neki, miféle bogyókat ehet meg, és mire vigyázzon, ha az ágak között ugrál az ilyesmiktől pedig közismerten meg lehet veszni. Egymásra néztünk, és elnevettük magunkat. Kik laknak alattunk? Kérdeztem az alsó szint felé bökve a mutató ujjamat. Gőzöm sincs róla rázta meg a fejét. Ha mázlink van, nem valami hülye külföldiek. Abban a kisvárosban, ahol felnőttem, egy görög család lakott a szomszédunkban. Te, Debbie, hogy azok miket csináltak. És en, Gordon mesélni kezdett. Nem izgatta, hogy esetleg megszeretnék mosakodni, ki szeretném pakolni a bőröndjeimből mindazt, amit nem szántam meg semmisítésre, csak állt az ajtó mellett az ablakkal szemben és fújta a magáét. Negyed óra múltával lassan, de biztosan fájni kezdett a fejem, és valami alattomos ingerültség kúszott fel bennem a gyomrom tájáról egyenesen az agyam felé. Attól tartottam, ha eléri, nagy baj lesz. Elkapom En, Gordont és a mókus után hajítom. Végül mégsem ezt tettem, hanem leroskattam az ágyamra, és könyörögve néztem rá. En, kérlek szépen, meg szeretnék füldeni nyögtem. En, ekkor magához tért. Persze, persze, motyogta zavartan. Egészen megfeledkeztem róla, hogy még alig érkeztél meg. Bocs, hogy feltartottalak. Azt hiszem, lesz még elég időnk elbeszélgetni az emlékeinkről. Csak fürödj nyugodtan. Hát akkor, Isten hozott, Debi, Ohara! Köszönöm a segítségedet, En! Biccentet, pislogott, és lelépett. Ledobáltam magamról mindent, bementem a fürdőszobába, és az zuhany alá álltam. A vízcseppek biztató dalt zümmögtek a fülembe. Új élet kezdődik számodra, de bíj, ohara. Hirtelen, mintha jeges kéz szorongatta volna meg a szívemet. És ő. Kérdeztem magamtól. Vele vajon mi lehet? Lehet, hogy még mindig odahaza ő szakánként éjszakánként az üres ágyam szélén, és keresi a hozzám vezető utat. Abban bíztam, hogy nem találja meg. 3. Két nappal később az ablaknál álltunk, és az alattunk hömpölájvő forgalmat figyeltük. Jó, talán a hömpölájgés túlzásnak tűnhet, ám azért sokan húztak el az ablakunk alatt. Házunk ugyanis a mellett a szépen kikövezett utacska mellett állt, amely egyenesen a laboratóriumok és előadótermek felé vezetett. Ne aggódj, szívem nyugtatott meg Megi, Wilson, aki a föld szinten lakott, és fekete volt, mint a fekete ribizli, csak addig mászkálnak ennyien erre, amíg meg nem kezdődnek az előadások. Ha megkezdődtek, mindenki a seggén ül és a fejét tömi. Az a legborzasztóbb, hogy rám is ez vár akkor már tudtam, hogy megír, és gyógyszerésznek készül, akár csak én és Stacy, házunk negyedik lakója. Az elmúlt két napban keresztül kasul jártam a környéket, és csodálkozva tapasztaltam, hogy a legtöbb épület mélyen a fák közé sűjjesztve áll, csak néhány köztük a miénk törpeszkedik közvetlenül a népek országútja mellett. En, Gordon alaposan a csőbe húzott. A helyett, hogy egy nyugis kis házacskát választott volna ki számunkra, sikerült kiböknie a legzajosabbat. Így jár az, aki enged az első hülyének, akibe belebotlik. Első dühömben arra gondoltam, hogy visszaloholok a gazdasági hivatalba és átkérem magam egy másik házba. Csak hogy azzal is tisztában voltam, hogy gyakorlatilag már minden hely foglalt. Azért mégis csak jobbak azok a házak ott a fák között békétlenkedtem a hátam mögé mutogatva. Minden relatív vonta meg a vállát a kissé kövérkés megí. Itt is visítanak a mókusok a fákon, meg ott is. Engem nem zavar, hogy ha kinézek az ablakon, a mókusokon kívül mást is látok. Nem akarlak idegesíteni, de hallottam egy szörnyűséges dolgot. Mi csodát? Hökkentem meg. Megí, körülnézett, mintha attól tartana, hogy kihallgat bennünket valaki. Húsz egy néhány évvel ezelőtt az egyik házban megöltek valakit. Egy lánynak elvágták a torkát. Hát ez valóban szörnyű. Nyögtem. Bizony az. Sajnos, szívem, az a nagy helyzet, hogy a lányoknak néha elvágják a torkát. Nem tudom, mit szólt volna hozzá, ha én is mesélni kezdek, s elmondom, ami a nem is olyan mélyre süllyedt múltban történt velem, de aztán összeszorítottam a számat és hallgattam. Elvégre megígértem magamnak, hogy mindent elfelejtek, ami akkor történt évekkel ezelőtt. És elfelejtem őt is. És miért vágták el? Kérdeztem. Valami elfuserált szerelmi ügye volt. Ezért mondom, hogy nem biztos, hogy jó, ha nagyon eltemeti magát az ember. Itt csak kinyitod az ablakot, és már is segítségért kiabálhatsz. Nagyobb az esélyed rá, hogy meghallja valaki, mintha az erdő mélyén kucorognál. Remélem, azért nem járnak erre gyakran gyilkosok. Megí, megvonta a vállát. Gyilkosok mindenfelé járnak, szívem. Gyilkosság ellen nem vagyunk bebiztosítva. Volt már neked komoly szerelmi ügyed. Azt hiszem igazán komoly még nem nyögtem, és kissé szégyeltem is magam miatta. Hát nekem volt sóhajtotta. Csak nem akartak téged is meggyilkolni. Erről tettem némi mosolyt a képemre. Úgy értem. De meg akartak. Jézusom kicsoda. Christopher. A barátom. Ezt most komolyan mondod. Úgy nézek ki, mint aki hülyéskedik. Nem, szívem, ahonnan én jövök, ott nem nagy úgy, ha holtan találnak valakit az utcán. Mert én egy szegény negyedből jöttem, bizony, ahol a kés gyorsabban jár, mint a luxuskocsik. Ha nem kapok pénzt egy alapítványtól, soha nem jutottam volna ide. És miért? Megír, megvonta a vállát. Christopher be volt lőve. Egy barom meg azt hazudta neki, hogy látott engem valaki mással csókolózni. Erre bedurrant az agya. Tudod, Szivi, ha be van lőve az ember, egészen másként látja a világot. Ha egyáltalán látja valahogy. Akkor a kis bolhák is igen gyorsan elefántokká nőnek. Tényleg sétáltam valakivel az utcán, és Christopher nem is csinált volna nagy ügyet belőle, ha nincs belőve. Tudod, olyankor milyen érzékeny az ember. Mintha lenyúzták volna a bőrét. Még a simogatás is úgy fáj neki, mintha csili paprikát szórnának a bőr nélküli húsára. És mi van most ezzel a Krisztopherrel? Kérdeztem. Meghalt sóhajtotta meg í. A narkósok korán halnak. Sajnálom morogtam az orrom alatt. Ne sajnáld legyintet meg így. Ha nem halt volna meg, lehet, hogy én most nem lennék itt. Ha egy narkós egyszer megpróbálkozott valamivel, másodszor is megpróbálkozik vele. Akkor az volt a szerencsém, hogy olyan helyen próbált megölni, amerre sokan járnak. Hát ezért mondtam én, hogy mindennek lehet előnye is, nem csak hátránya. Mivel ijesztgeted ezt a gyereket? Csattant fel egy érdes hang a hátam mögött. Stacy, Vengeré, harmadik lakótársamé. Ne is figyelj rá, Debi. A mi kis barátnőnk imádja, ha megrémíthet valakit. Stacy, vengör magas, vékony, szőke lány volt. Túlságosan is vékony, túlságosan is hegyes a könyöke, túlságosan vastag keretes a szemüvege, és túlságosan komoly. Legalább annyira spórolt a nevetéssel, mint a pénzével. Aminten, Gordon is megérkezett, már négyen álltunk az ablakban, és az utcát bámultuk, melyen ismeretlen hallgatók lófráltak feles alá. Többségük gyalog, de volt, aki görkorcsolyával lavírozott az egyenetlen talajon. A járda apró díszkövekkel volt kirakva, csak éppen a kövek az elmúlt esőzések során kimozdultak a helyükről, az egyetemnek pedig, úgy látszik, nem volt elég pénze a felújítására. Így aztán igen csak elszántnak kellett lennie annak, aki egy görkorcsolyás kalandra vállalkozott. Figyeljétek csak! Bökte ki az ablakon a mutató ujját Gordon. Látjátok azt a csajt. El sem lehetett volna téveszteni. A kék blúzos lány olyan riszáló járással közlekedett, mintha a hátulról rátámadó méhek elől próbálta volna menteni a fenekét. Lucy, sepőrd! en. Azt mondják róla, hogy egy szörnyeteg. Ez a legkevesebb, szívem helyeselt meg A leges legkevesebb. Mondhatnánk úgy is, hogy igazi boszorkány. Nagyon éles ma a nyelved, meg Wilson csóválta meg a fejét Stacy. Mondtál te már valakiről jót is életedben. Egyszer nevetett meg Később azt is megbántam. Miért szörnyeteg ez a lány? Kérdeztem, ráfókuszálva a szemem. Akárhogy is néztem, nem tűnt annak. Vékony sejem ruháját a jóindulatú szellő szorosan a testére simította. Aki csak elment mellette, kizárólag himnemű lényekre gondolok, nem tudta megállni, hogy utána ne fordítsa a fejét. Ez a mókusokra is vonatkozott, bár ilyen távolságból lehetetlen volt meggyőződni róla, hogy a fej forgató, csíkos hátú mókusok valóban hím -e? Talán nem is annyira szörnyetek helyesbítette magát meg így. Inkább döglégy. Mindenre rászáll. Ezt hogy érted? Ráncoltam össze a homlokomat. Majd te is megtapasztalod legyintet meg Ha szerzel magadnak egy jó képű, belevaló pasast, túl tír, hogy azonnal feltűnik a közeledben és megpróbál rászállni. Már érted. Értettem. Csak éppen nem éreztem nyugtalanságot miatta. Nem volt semmiféle belevaló, jó képű pasasom, sőt semmiféle pasasom nem volt, semmit, sem másutt. Talán mondott volna egyebet is róla, ha fel nem tűnik az ablakunk alatt egy kreolbőrű, vékony, lófarkas lány. Amennyire ki tudtam venni, szép, szabályos arca volt, kissé talán babaszerű is. Jézusom, Erika, szemfül! Kapott a fejéhez megí! Hát ez visszajött! Ez visszacsóválta meg a fejét, Stacy. Látszott rajta, hogy ő sem kedveli a lófarkast. Azt hittem, a botrány után nem pofátlankodik vissza. De tavaly is visszajött, és úgy látszik, itt is akarja befejezni az egyetemet. Az ilyenek nem szégyelnek semmit, legyintet megí! Az Erikának nevezett lány megtorpant, és mintha megérezte volna, hogy nézzük, felkapta a fejét és összerázkódott, mintha égette volna a pillantásunk. Megi gyorsan a függönyhöz nyúlt és igazított rajta egy kicsit, hogy elbújhassunk mögötte. Én is elbújtam, bár valahogy viszonyogtam tőle. Úgy éreztem magam, mintha kulcsjukon átlesnék be egy idegen szobába. Ösztöneim azt súgták, hogy nem szép dolog kilesni másokat. Már persze csak abban az esetben, ha nem muszáj. Botrány. Kérdezte en, kipislogva a függöny mögül. Milyen botrány? Elmondjuk neki. Fordult stacájhez megí. Hiszen még ott van a tojás héja fenekén. Majd lepotyog róla legyintett Stacy. Tudod, hogy én tömegkommunikációs is vagyok, nem csak a hobbim, hanem kötelességem is a tájékoztatás. Hát akkor csak világosítsd fel. És a másikat is. Nyissátok ki a fületeket, lányok. Mit tehettünk, kinyitottuk. A lófarkas lány még mindig a járda szélén állt, kis tován, mintha elfelejtette volna, hova készült. Hallottatok már májká, Longhornról. Kérdezte Stacy. Megráztam a fejem, és megrázta en, is. Egyikünk sem hallott még az említett fickóról. Ő a csapat esze mondta meg így. Milyen csapaté? Kíváncsiskodott en. Jaj, szívem, hát a foci csapaté. Ő a mi nagymenünk. Az istenünk, a bálványunk, amit csak akarsz. Érted már? Ő az általános ideál. Minden valamire való lány képét akasztja az ágya fölé. Ő meg csak úgy válogat közöttük. Mi között? Értetlenkedetten. Az ágyak között. Úgy is lehet mondani bólintott Stacy. Már ha a lányt is beleérted az ágyba. En, Gordon nem pirult el, hanem kíváncsian megíre pislogott. Talán a te ágyadba is bebújt már. A francot rázta meg a fejét meg Én túl fekete vagyok hozzá, ő meg túl fehér hozzám. Engem ne is kérdez előzte meg Stacy, en próbálkozását. Én megválogatom a partnereimet, tette hozzá hangsúlyozottan éles hangon. Ha van kik közül válogatni, vigyorgott rosszmájúan meg Azt hittem, Stacy megsértődik, vagy ilyesmi, ehelyett váratlanul élesen felnevetett de nem mosolygott mellé. Vigye el a fene, bár csak próbálkozna nálam is. Csak hogy én nem rúghatok labdába a sok rüfke mellett. Nem kellek neki. És azt hiszem, Erika, Szenflőr, sem kellett volna neki. Volna. Hökkent meg en, Gordon. Na, akkor figyelj. Emelte fel az ujját Stacey. Amikor az a dolog történt cirka másfél éve ez a lány még jó szerével azt sem tudta, hogy mitől fiúk a fiúk. Ezt komolyan mondod. Majdnem. Ha csak a krokodiloktól nem látta, hogyan csinálják. Milyen krokodilok? Tátotta el a száját en. Jaj, szívem, hát állítólag krokodilfarmja van az apjának valahol Louisianában. Bomba üzlet. Csak a krokodiloknak nem az. És mit csinál a krokodilokkal? Érdeklődötten, mintha ez lenne a nap legfontosabb kérdése. Eladja őket az állatkerteknek. Egy frászt. Legyintet Stacy. Tenyészti őket, aztán amikor már megfelelő nagyságúra nőttek, kinyifantják szegény krokodilokat és húspogácsát csinálnak a húsukból. Vannak olyan ízlésfikamosak, akik imádják. Szóval, az volt a helyzet, hogy Májká, lángorn, kipécézett valakit magának tudod, hogy megy ez, ám azt senki sem tudja, ki volt az illető. Állítólag megdumálták, hogy Májká, éjszaka bemászik az ablakán. De hiszen ezt nem szabad. Hűlt ellen. Stacy, szánakozó pillantást vetett rá. Nem tévesztettél te szakmát nézett rá, félrehajtva a fejét. Ha jól tudom, gyógyszerésznek készülsz, bár én a te helyedben ezzel a mentalitással inkább a teológiát választanán. Na, szóval, megdumálta egy csajjal, hogy éjjel bemegy hozzá. Csak hogy történt valami, ami kipattantotta a botrányt. Nevezetesen, hogy Májká, ablakot tévesztett. Állítólag egy nagy fa állt Erika, Szemflőr, szobájának ablaka alatt, Májká, azon mászott fel, s mivel az ablak nyitva volt, beugrott rajta. Erikör éppen akkor jött ki a fürdőszobából, s tök találkozott az ágyában Májká, lángónnal. Az a kis hülye meg a helyett, hogy hálát rebegett volna a szerencséjéért, visítani kezdett, mintha nyúznák. A Saint Fleur lány szobája melletti szobában alvó lány felriadt, azt hitte, Megtámadta valaki a szomszédját. Felkapta a telefonját és hívta a rendőrséget. A zsaruk ott találták Májká ott szobájában, amint éppen azt a szerencsétlen csitígatta. A fenébe is. Szisz szent felen. Ez már nem akármi. Hát nem bólintott Stacy. Akár életfogytiglani börtön is lehetett volna belőle. Májká, ugyan kezdettől fogva állította, hogy nem történt semmi, illetve, hogy nem előre megfontolt szándékkal mászott be Ericához, valaki máshoz akart bemászni, de hogy kihez, azt nem árulta el. Az egyetem vezetősége összeült, és rövid úton kirúgták mike ot akire mint mondottam volt, csúnya, hosszú börtönévek vártak volna. Ám mekkor csoda történt. Erikő váratlanul megváltoztatta a vallomását. Azt állította, hogy Májká ott ő hívta éjszakai randira a szobájába, s ott nem történt semmi, csak beszélgettek. Egyáltalán nem is volt mezítelen, Májká sem volt az, az pedig, hogy segítségért kiáltozott volna, tévedés. Na és mi lett a vége? Happy End, drágám! Az ügyet ejtették, Májká és Erikő enyhe fegyelmi büntetéssel megúszta, még csak az egyetemünkről sem zárták ki őket. Gonosz nyelvek azt beszélik, hogy Emmer Lángorn, a Lángorn, bankház tulajdonosa, személyesen kereste fel Emmer Saint Fleur krokodil farmját, hogy bizonyos befektetésekről tárgyaljanak. Emmer Saint Fleur bővíteni szerette volna a farmját, de a gazdasági megrodjanás következtében nem jutott elég pénzhez. Hát most jutott. Értitek már? Hogy a fenébe ne értettük volna? Különben szerencsétlen család folytatta Stacy, bár nem éreztem a hangján szemernyi sajnálatot sem. Volt bajuk éppen elég. Melyik családról beszélsz? Kérdeztem. Hát a Saint fleur -ről. Hogy hogy szerencsétlen. Bört Saint Fleur öngyilkos lett. Ő kicsoda. Erik bátyja. A fenébe is. Sziszent felen. Már végzett, és a fizikai intézetben, a világhírű rájt professzor asszisztenseként dolgozott. Állítólag magának való fickó volt, mintha nem is a Saint Fleur család tagja lett volna. Csak a tudomány érdekelte. Állítólag már gyerekkorában elhatározta, hogy Nobel-díjas tudós lesz belőle. De nem lett, mondta en. Hát nem. Megöngyilkolta magát. Jézusom, miért? Nem hagyott búcsú levelet, vagy ilyesmi. Bevet valamit és jót szakát. Nem ébred fel többé. Rajta aztán már a krokodil apuka sem tudott segíteni. Ám, amint hírlik, nem is voltak jóban. Ő volt a fekete bárány a családban. Mármint. Nem érdekelték a krokodilok. Annak ellenére sem, hogy náluk otthon minden körülöttük forgott. Na és Erikő? Kérdeztem. Ő hogy kapcsolódik a krokodilokhoz? A kémiai fakultáson tanul. Tartósítószerekkel foglalkozik. És. Nyilván azt kutatja, hogy miképpen lehet a krokodilhúst még eredményesebben tartósítani. Engem azonban valamiért jobban izgatott Bird Shine öngyilkossága, mint a megölt krokodilok tartósítása. Azt mondod. Bird Shine öngyilkos lett. Miért, miről beszéltem idáig? Bevet valamit. Persze, hogy bevett. Mit? Stacy megrázta a fejét, és úgy nézett rám, mint a mosómedve a tükörképére. Hogy mit vet be? Ki a franc tudja? Nem írta meg a búcsú levelében, tekintettel arra az el nem hanyagolható tényre, hogy búcsú levet sem írt. Mi van Ericával? Kérdezte en, kipislogva az ablakon. Semmi felelt esztészi. Mi lenne? Nem zavarja, hogy beszélnek róla. Nem hiszem vonta meg Stacy, a vállát. Különben, tudod, hogy van az. Tavaly előtt még ő volt a nagy szenzáció, ha elmentél egy beszélgető csoport mellett, biztos, hogy csak az ő nevét hallottad emlegetni. Ma már viszont sokan vannak, akik még csak nem is hallottak róla, mint ti is, drágáim. En, aki félfüllel ezt a cájt hallgatta, fél szemével pedig lepislogott az utcára, hirtelen felszíszent. Elindult. Kicsoda. Hökkent meg Stacy. Erikő. Búval bélelt darab legyintett meg így. Azt hiszem, azért. Jobban megviselték az események, mint gondolnátok. Erről a lányról csak úgy sír a boldogtalanság. Valószínűleg mégsem vette olyan könnyen, hogy oda lett a jó híre de hiszen nem lett oda. Nem olyan nagy dolog az ma már, ha befekszel az ágyadba és ott találsz valakit. Már persze, ha te is benne vagy a mókában. Ha nem, akkor más a helyzet. Na, lányok, nem eszünk valamit. Fél óra múlva az étteremben voltunk, hogy eltüntessünk egy ismerkedési vacsorát. És kellemes kaliforniai vörösborral mossuk le a torkunkról a nyomát. 4. Esküszöm, nem volt szándékomban megismerkedni Májká, lángónnal, nemigen izgattak az olyasféle fickók, mint ő a sors azonban úgy hozta, hogy mégiscsak ismerettséget kötöttünk egymással. Úgy történt a dolog, hogy hanya testem. Akkor még nem tudtam, hogy a díszburkolattal kirakott utacskák esőben életveszélyesek úgy csúsznak, mint a jégpálya. Nos, hát ennek lettem én az áldozata, ha egyáltalán áldozatnak lehet nevezni. Mások sokkal többet is vállaltak volna, csak hogy megismerkedhessenek a bálványjal. Éppen az egyik előadásról igyekeztem hazafelé a kora őszi csepergésben, amikor hirtelen valaki kirántotta alól a malábaimat. Mielőtt bármit is tehettem volna, már a levegőben repültem, majd hatalmas csattanás kíséretében elterültem a kövön. Beleütöttem a fejem a burkolatba, nyilván kiáltottam is közben valamit, aztán már nem éreztem semmit. Kellemes, ringató ködben lebegtem a világűr közepén. Később, amikor visszarévettem a történtekre, előbb arra gondoltam, hogy bizonyára a túlvilágot éreztem magam körül, aztán meg arra, hogy nem is volt körülöttem semmi egyéb, csak a langyos, szürke eső pedig amikor kinyitottam a szemem, valóban azt hittem, hogy a túlvilágon vagyok. Arra ébredtem ugyanis, hogy valaki csókolgat. Még hozzá amúgy istenesen. Számra tapasztotta a száját, és a fene tudja, mit csinált még mellé. Néha úgy éreztem, mintha a mellemet markolászná. Ekkor elöntött a vakrémület. Jézusom, engem meg akarnak erőszakolni. Leütöttek, és most. Jézusom! Nem voltam egészen a tudatomnál, csak úgy ösztönösen ütöttem egyet. Aztán kinyitottam a szemem. Kisse homályosnak tűnő, csinos férfi arc lebeget felettem, a csók és kebleim masszírozgatása viszont már abba maradt. Olyan sebesen ültem fel, mintha rugók lettek volna a derekamba építve. Aztán nagyot sikítottam. Egészen addig folytattam, amíg valaki be nem fogta a számat. Nem hagynád ezt abba. Hallottam egy ideges hangot a szorgalmasan potyogó esőcseppek mögül. Próbálj már lehiggadni. Biztonság kedvéért azért még sikítottam egyet. Ez hülye mondta egy szánakozó hang. Nem hülye, csak nagyot eset helyesbítette egy másik. Éreztem, hogy valaki megfogja a derekamat, megemel, és megpróbál a talpamra állítani jól vagy? Kérdezte egy újabb hang. Valamiért biztos voltam benne, hogy annak a csinos fickónak a hangja, aki az imént még szorgosan csókdosott. Mondtam volna, hogy jól vagyok, de részben nem voltam jól, részben pedig nem tudtam megszólalni. Mintha egy tréfás kedvű boszorkány bevarta volna a számat. Nincs jól te felettem. Nem kellene bevinni az ügyeletre nincs ennek semmi baja, csak megijedt egy kicsit. Na, viszlát, nekem mennem kell. Ekkor elszállt a köd a szemem elől, és élesen láttam mindent éppen úgy, mint az előtt, hogy elterültem volna a kövön. Három fickó távolodott éppen tőlem, a negyedik viszont még mindig mellettem állt és támogatott. Még ebben a nem mindennapi helyzetben is felismertem, hogy Májká, Lángórn, az. A foci csapat istene, akit eddig csak nyomtatott poszteren láttam. Ez a fickó karolta át a derekamat, és húzott olyan közel magához, hogy éreztem a dezodorja kellemesen férfias illatát. Mielőtt gondolkodhattam volna, eltoltam magamtól. Aztán meghallottam a saját hangomat is. Furcsa volt, szintelen, mintha nem is az enyém lett volna. Köszönöm, nyögtem. Már jól vagyok. A félisten közelebb tolta a képét az arcomhoz és kutatón bámult a szemembe. Biztos. Biztios. Nézd csak a szemembe. Förmet rám. Ekkor-akkor a marhaságot kérdeztem, hogy később, ha rá gondoltam, egyből elöntött a szégyen. Meg akarsz hipnotizálni? A fickó, májká, Lángórn, felnevetett. Mit mondjak? Nem volt valami barátságos a nevetése. Akar a fene mondta. Csak azt akarom látni, hogy nem zavaros-e a szemed. Agyrázkódásod is lehet. Na, meg tudsz állni egyedül is a lábadon. Különben első éves vagy, hogy még nem láttalak. Aha. Gyógyszerésznek készülök. Óvatosan, nehogy észrevegyem, eleresztette a derekamat. Én azért persze észrevettem. Kissé még zavart lehettem, különben nem folytattam volna az ostoba kérdések sorozatát. Te megcsókoltál engem. Ember nem vágott még olyan meghökkent képet a világ teremtése óta, mint ő. Én. Nyögte. De hogy is csókoltalak. Eszem ágában sem volt, és gyaníthatóan nem is lesz. Akkor én mit éreztem? Mesterséges lélegeztetést, kislány nem tudhattam, hogy nem állt el meg a szíved. Annyi pulzuszod sem volt, mint egy kis macskának. Azon kívül még szívmasszást is alkalmaztam. Hé, a szentségit, csak nem értetted azt is félre. Olyan rémült hangon kérdezte, hogy majd visszaestem tőle a kőre. Szerencsére még út közben sikerült meggondolnom magam, és meg is értettem a riadalmát. Más se hiányozna neki, mint hogy a Saint Fleur történt konfliktusa után ismét kétes kalandba keveredjék. Több tanúm is van rá, hogy így történt, mondta idegesen. Elmentek az órára, de megfigyeltek mindent. Na, akkor én is megyek. Látom, jól vagy, nincs már rám szükséged. Legközelebb, ha esik az eső, húz valami normális cipőt. Ment volna, de a karjába kapaszkodtam. Szédülök, mondtam. Mélyen a szemembe nézett, mintha ismét csak azt vizsgálgatná, nem homályos-e aztán váratlanul elengedett, sőt eltolt magától. Na, ebből elég. Mondta száraz hangon. Nem tudom, szándékosan vágta de hanyat magad, de nem is érdekel. Tudod, mire gyanakszom én, kislány? Hogy pontosan tudtad te, Miért huppan szakőre, csak aztán túl jól sikerült a terved? Igen, én vagyok a híres nevezetes Májká, Lángorn, aki minden lányt az ujja köré csavar. Csak hát az a helyzet, Szivi, hogy ha meg akarok ismerkedni valakivel, akkor magamtól akarok megismerkedni vele. Érted? Most pedig tűnés. És vésd jól az agyadba, tanúim vannak rá, hogy nem én kezdtem ki veled nem szólt egyetlen szóval sem többet, megfordult, és zsebre kézzel elindult a kikövezett úton ismeretlen célja felé. Én meg ott maradtam, és úgy éreztem, hogy azonnal leég a képemről a bőr. Csak akkor vettem észre, hogy néhány lány mindvégig ott állt a közeli fák alatt, s egy folytában bennünket bámult, miközben reménytelenül potyogott a nyakuba az eső. Lehajtottam a fejem és hazasántikáltam. 5. Éppen kimásztam a fürdőkádból, amikor megír, Vilzon rám rontott. Kivágta a fürdőszoba ajtaját elfelejtettem bezárni, és úgy bámult rám, mintha akarna tőlem valamit. Riadtan magam elé kaptam egy törülközőt, és csak akkor nyugodtam meg, amikor lecsütsent a fürdőkád szélére. Semmi pánik emelte fel a kezét. Nem vagyok leszbi, csak aggódtam érted. Jézusom, hiszen te is tele vagy kék meg zöld foltal. Hát, szívem, ez pokolian fog fájni. Mi a frász történt veled? Elcsúsztam a kövön panaszkodtam. A francba is, fel kellett volna hívnom a figyelmedet arra a csekéségre, hogy esőben életveszélyes ez a rohadék út. Megcsóválta a fejét, majd előrehajolt és rám mosolygott. Hallom, jó kezekbe kerültél. Májká, lángorn, segített fel, bólintottam. És azt is hallom. Mesterséges légzést adott, folytattam. Megí, óriásit nyelt. Szájból szájba! Aha! Megí, a kád szélébe kapaszkodott. Uramisten, én mindjárt elájulok az irigységtől. És? Milyen volt? Micsoda? Hát a lélegeztetés, te ártatlanság! Amikor ott volt a szája a szádon, hogy mást ne is mondjak. Nem tudom, feleltem. Nem emlékszem rá. Megi, Wilson eleresztette a kád szélét és térdre huppant mellette. Úgy nyújtotta felém a kezét, mintha imádkozni akarna. Jézusom, ez nem lehet igaz. Elesel, Májká, Lángorn, szájból szájba lélegeztet, amint hallom, még a cickódat is megnyomkodta, te meg nem emlékszel semmire. Uramisten, hát miért pont ilyenekkel teszel mindig csodát, nem azokkal, akik élni is tudnának vele? Az igaz, hogy egyszer azt mondtad, hülyéké a mennyek országa, de ez itt még nem az, még akkor sem, ha az elnök meg is próbálja elhitetni velünk. Gyere, te szerencsétlen, Búj ki a kádból, bekenlek valamivel. Egyszerre csak szédülni kezdtem, és kénytelen voltam belé kapaszkodni. Még hallottam ilyet kiáltásait, aztán elsötétedett előttem a világ. 6. Azon az éjszakán ismét megjelent előttem. Ha jól számolom, négy éve is elmúlt, hogy utoljára láttam, de őszintén mondom, nem is hiányzott. Ami akkor történt, Igyekeztem mindörökre elfelejteni. Mintha nem is velem történt volna. Amikor néha éjszakánként felriadtam, és nem láttam önmagamon kívül senki mást a szobámban, abban reménykedtem, hogy talán nem is látogat meg többé. Ha mázlim van, mindörökre megszabadultam tőle. Nem tudom, ki volt, de nem is érdekelt. Hajlamos voltam elhinni, amit Evi tömör elősz magyarázott hogy tudni illik, vannak éjszakák, amikor ismeretlen okból kinyílnak azok a kapuk, amelyek az élők és a halottak világát elválasztják egymástól. Ilyenkor néhány halott lelkének sikerül közénk lopakodnia, és megpróbálnak beleavatkozni az életünkbe. Ám a kapuk csak rövid időre maradnak nyitva. Hogy mennyi ez a rövid idő? Ki tudja? Amikor a kapuk becsukódnak, ismét magába zárja őket a túlvilág és talán nem is tudnak kijutni belőle soha többé. Abban reménykedtem, hogy az én látomásom mögött is végleg becsukódott a szellemvilág kapuja. De ezen az éjszakán ismét láttam. Amikor kinyitottam a szemem, az ágyam mellett állt, és aggódva nézett le rám. Felültem, s bár szörnyen fájt minden tagom, felemeltem a karom és az ajtó felé mutattam. Mintha bizony szüksége lett volna ajtóra a távozáshoz. Tűnyel! Könyörögtem neki! Tűnj a fenébe! Mit akarsz már megint tőlem? Nem akarlak látni, nem érdekel, ki vagy, nem tartozom hozzád, és te sem tartozol hozzám. Te már örökre másokhoz tartozol, fogalmam sincs róla, miért engem szúrtál ki magadnak? Ha ennyire ragaszkodsz hozzám, Megkönyörülsz rajtam. Menj el, és hagyj örökre magamra. A jelenés most is ugyanúgy volt öltözve, mint négy évvel ezelőtt, amiből azt a következtetést vontam le, hogy abban a másik világban nem cserélgetik gyakran a ruhájukat. Szép és komoly volt az arca, nem látszott rajta, hogy megsértődött volna, amiért el akarom kergetni. Éppen ellenkezőleg. Kinyújtotta a karját, fölém hajolt, és a homlokomra tette a kezét. Hideg volt a tenyere, és mégis kellemes. Bódító, mintha mentolos borogatást tettek volna rám. Nem szólt egyetlen szót sem, de a tekintete azt ígérte, hogy ezután majd gyakrabban találkozunk. Behunytam a szemem, és rövid ideig úgy is tartottam. Amikor kinyitottam, már nem volt a szobában. Hét. Másnap délután csoda történt. Nem az ismeretlen, kísértet asszony látogatott meg ismét, hanem valaki más. De ő sem keltett kisebb feltűnést, mintha az éjszakai jelenés bukkant volna fel teljes, földig érő pompájában a házunkban. A látogató maga Májká, Lángorn, volt. A bálvány, a lányok álma, a csapatkapitány. Nos, ehhez képest olyan szeliden kopogtatott be hozzánk, mint egy első áldozó. Jó sokáig kopogtathatott szegény, amíg az alsó szinten lakó megír, meghallotta. Kinézett az ablakon, meglátta Májká ott, ám a helyett, hogy beengedte volna, a szívéhez kapott és legalább öt percig lihegett a falhoz dőlve. Szegény Májká, meg csak kopogott, kopogott, míg végül Stacy engedte be. Nos, az volt a nagy helyzet, hogy Májká, Lángorn, engem keresett. A nyavajás kis elsős debi, oharát. És ez kérem szépen, maga volt a csoda. Lakótársai mennek megfelelően is viselkedtek. Amíg Májká, Lángorn, felfelé ballagott a lépcsőn, egyre ott lopakodtak mögötte, alig néhány lépés nyire tőle. Még akkor is a háta mögött bujkáltak, amikor Stacy kiáltozására kijöttem a szobából a folyosóra. Mit mondjak, nekem is földbe gyökerezett a lábam, amikor megpillantottam mike Ráadásul még rám is vigyorgott, ami még félelmetesebbé és érthetetlenebbé tette a jelenetet. Annyira vérfagyasztó volt a vigyora, mintha egy indián fövök vigyorgott volna rám teljes harci fegyverzetben, skalpoló kést szorongatva a kezében. Hi, de bíj, mosolygott, ahogy felbukkantam előtte. Hogy vagy? Mi a fenét lehet erre mondani? Hát jól feleltem. Jól vagyok, Májká. Ahogy végignézett rajtam, észrevettem, hogy az ajkába harap, mintha csillapítani akarná vele az idegességét. Hát nem nézel ki valami jól dűnnyögte. Kénytelen voltam én is mosolyogni, pedig a fenének sem hiányzott. A szám is fájt és az orrom is. Csak reménykedhettem benne, hogy nem tört el. Majd elmúlik mondtam, és legyintettem mellé. Ekkor meg a csuklóm kezdett szajogni. Májká, röpke pillantást vetett a két lopakodóra, akikhez éppen abban a pillanatban en, Gordon is csatlakozott. Azt hiszem beszélnünk kellene, Debbie, mondta laposakat pislogva. Hát beszéljünk bólintottam. Májká, megrázta a fejét. Ne itt mondta. Valahol másút kellene. Gyerünk be a szobámba. Javasoltam. Inkább sétáljunk egyetintett a fejével a láthatatlan külvilág felé. Akkor viszont fel kell öltöznöm sóhajtottam, mert nem volt rajtam egyéb, csak egy gyűrött blúz és egy csíkos, rövid szoknya. Májká, lángorn, bólintott. Oda lent megvárlak. Oké. Aztán feleletet sem várva, megfordult és sebesen lerobogott a lépcsőn. Észre sem vette, hogy három pár irigyen fénylő lány szem gurul utána. 8. Igyekeztem gyorsan öltözni, de még így is beletellett cirka 20 percbe, amíg menetkész állapotba kerültem. Mondanom sem kell, hogy a három pár szem gazdája egyre ott sürgölődött körülöttem, és úgy akadályozott az öltözködésben, ahogy csak tudott. Jézusom, Debi! Nyögte Megi! így. Májká, lángórn, Randira hívott téged. Biztosan nem randira tiltakoztam, miközben nem csak a szám járt, hanem a kezem is. Csak beszélni akar velem. Mégis, mit gondolsz, miről, te szerencsétlen? Hát, azt nem tudom, mondtam. Talán arról, hogy elestem, és. Túl ti, hogy megbabonáztad a csókjaiddal. Azt csinálhatsz vele, amit csak akarsz. Te nem vagy normális. Fölmettem rá. Egyáltalán nem is csókolóztam vele. Nem is voltam magamnál. Az csak egy izé lélegeztetés volt. Mond ki csak nyugodtan, szájból szájba. Csóknak is elmegy legyintett Stacy. Nincs méz, csókolóztál Májká, lángónnal. Nem csak csók volt ott csóválta meg a fejét irigyenen, is. Volt ott még egy év is mi a fenére célzol, en? Kérdeztem dühösen, pedig tökéletesen tisztában voltam vele, mire céloz. Arra, hogy nem csak csókolgatott, hanem meg is fogdosott. Nem fogdosott, megtiltakoztam. Szívmasszást alkalmazott, ahogy ilyen esetben kell. Én is tanultam még oda haza. Lári Fári. Rekesztette be a vitát hatalmi szóval Stacy, Vengör lesmárolt és megtapogatott. Úgy látszik, jól esett neki, és most folytatni szeretné. Gondold meg, Debbie, ohara, hogyan viszonyulsz hozzá? Hogyan viszonyulok hozzá? Nyögtem. Ezt nem értem. Jézusom. Nyögte a mennyezet felé fordítva a szemét meg í. Jézusom. Te tényleg ilyen hülye vagy. Figyelj, kislány fogta meg a könyökömet Stacy, és most valóban komolynak éreztem a hangját. Még mielőtt a lépcső aljára érnél, el kell döntened magadban, hogy mit akarsz. Érted? Nem mondtam és nem is értettem. Ez a srác szeretne valamit tőled, nem is vitás, különben mi a fenének jött volna ide. El kell döntened, hogy teljesíted-e a kívánságait, vagy sem. Kívánságét ne légy már hülye, szívem. Annyira nem lehetsz ostoba, hogy ne sejtsd, mi lehet az a kívánság. Ha úgy gondolod, hogy megteszed, amire kér, vagy követel tőled, Isten nevében vágj bele a kalandba. Ha viszont egyszerűen csak imponál neked, hogy ez a fickó érdeklődik irántad, jobb, ha itt, közvetlenül a bejárat előtt tisztázod a szándékait. Megeshet, hogy tegnap valóban begerjed tőled, amit nem is csodálok, mert olyan vagy, kis szívem, mint egy bimbódzó rózsa, ha srác lennék, én is ott sündörögnék a közeledben. De egyre figyelmeztetlek, Debi, ohara. Vannak utak, amelyeken egyszerűen nem lehet megállni. Elindulsz egyen és bár tudod, hogy szakadék vár a végén, csak mész tovább, mert meg vagy győződve róla, hogy bármikor, bárhol megállhatsz és visszafordulhatsz, ha akarsz. Azt hiszed, hogy mindig lesz annyi akaraterőd, hogy megtedd azt a bizonyos hátraacot? Hát ebben tévedsz, szívem. Egyszer csak azt veszed észre, hogy már meg is történt, már benne is vagy a szakadékban. És még jegyez meg valamit, Debi, ohara. Ha egy lány belehuppan a gödörbe, biztos, hogy ő benne is marad, míg a másik vagy bele sem esik, vagy könnyedén kikapaszkodik belőle. Érted egyáltalán, amit mondok. Nem voltam egészen biztos benne, de azért bólintottam, miközben azt biztosra vettem, hogy én aztán semmiféle szakadékba nem fogok beleesni. Egyszerűen csak kíváncsi vagyok rá, mit akarhat tőlem Májká, Lángorn. Hamarosan megtudtam. Kilenc. Májká, ismét csak végig a szemével, amikor felbukkantam előtte feszes jeansemben és sárga csíkos blúzomban, de nem láttam rajta, hogy különösebb hatást tettem volna rá. Vagy nem érdekelte a ruhám, vagy jól leplezte az érzelmeit. A hangján sem érződött, hogy ötös erősségű hurrikán dúlna a lelkében. Csínos vagy mondta közömbös hangon. Mit szólnál egy kis sétához? mondjuk kisétálhatnánk a patakhoz. Nincs túl messze. Aggodalmaskodtam. Relatív vonta meg a vállát. Egy fél lábúnak bizonyára messze lenne, de nekünk nem. Hát rendben van adtam meg magam. Csak. Igen. Fordult felém. Nem zavar, hogy megláthatnak bennünket. Úgy értem. Esetleg. Tudom, hogy érted vágott közbe. És egyáltalán nem zavar. Jól van, mondtam. Erőt vettem magamon, és igyekeztem a szemébe nézni. Ez most egy rendi. Rám nézett, és felnevetett. Valahogy gonosznak éreztem a nevetését. Rendi. Nem, egyáltalán nem az. Erre mérget vehetsz. Minden sebem egyszerre kezdett szajogni, és mintha valami alaposan szíven ütött volna. Aztán egyszerre csak az agyamba villant valami. Mi van, ha azért akar a patak partján beszélni velem, mert nos, mert meg akar ölni? Megfolyt, és mindjárt bele is hajítja a hullámat a vízbe. Nem, ez lehetetlen. Támad fel bennem a józanság. Elvégre számos tanú van rá, hogy velem sétált, és ha bármi történne, nem kerülhetné el a felelősségre vonást. Nem ez lehetetlen. Szavaimat mint egy megerősítendő, cirka tíz másodpercenként bukkantak fel előttünk fiúk és lányok, s kórusban köszöntötték Májkáot. Engem is alaposan megnéztek maguknak, majd összesúgtak a hátunk mögött. Arra gondoltam, hogy nincs az az eszeveszett gyilkos, aki ezek után megpróbálná megölni a kiszemelt áldozatot. Úgy látszott, hogy Májká, és felülvizsgálta magában a tervét. Amikor egy nagyobb csoport ismét elhúzott mellettünk, megfogta a könyökömet. Jól van, ne menjünk le a patakhoz, valóban messze van. Üljünk le inkább egy padra. Az utcácska egyik oldalán padok húzódtak egészen a patakig. A viszonylag korai órán még nem üldögélt rajtuk senki, majd csak délutántól kezdve kezdenek benépesülni. Az a ped, amelyhez Májká vezetett, nem volt szembeszökő helyen, de azért nem takarták el bokrok vagy citrusok. Bárki akadálytalanul észrevehetett bennünket. Oké. Okay. Bólintottam. Már egymás mellett ültünk, amikor Májká ismét megszólalt. Hát akkor itt vagyunk. Köszönöm, hogy szóba álltál velem, Debbie. Nincs mit mondtam zavartan. Májká, Megköszörülte a torkát. Bizonyára él, hogy meglátogattalak. Hát valóban nyögtem. Először is, hogy vagy de értem alatta, hogy fájnak még a sebeid. Fájnak mondtam a igazságnak megfelelően. Májká, bólintott. Én aztán tudom, hogy milyen az, ha az embertel is tele van kék zöld foltal. Bizonyára hallottál már rólam, tudod hogy focizom meg ilyesmi. Tudom bólintottam. Szóval az a helyzet, hogy tegnap csak azt tettem, amit az ösztöneim diktáltak mondta. Néha előfordul, hogy valakinek baja esik a meccsen, értem alatta, hogy elájul, meg minden, megáll a szíve, vagy ilyesmi ezért mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos ilyenkor az elsősegélyi. Ha szükséges, mesterséges lélegeztetés szívmasszás szóval, ilyenek. Amikor elestél, és láttam az arcod és a és a nyelved is némiképpen a torkodban volt ösztönösen cselekedtem. Köszönöm, hogy segítettél bögtem közbe. Esküszöm, hogy csak a jó szándék vezetett. Csattant fel inkább dühösen, mint barátságosan. Úgy érthettem a szavait, hogy nagyon sajnálja, amit tett, csak is öt lehet olyan marha, hogy szánt szándékkal kellemetlen helyzetbe hozza magát. Ott kellett volna hagynia a fenébe, hadd nyeljem le a nyelvem és fulladjak meg tőle. Tényleg köszönöm mondtam, és a kezére tettem a kezem. Úgy kapta el az övét, mintha parázs égette volna meg. Nincs mit morogta zavartan. Csak. Igen. Szeretnék elmondani neked valamit dörmögte. Szemem sarkából láttam, hogy kivörösödik az arca, mintha erőnek erejével próbálna meg visszatuszkolni magába valamit. Biztos voltam benne, hogy a haragját. Haragudott magára, és természetesen rám is, amiért ebbe a nem szeretem helyzetbe keveredett. Nos mondta mély sóhaj kíséretében, csak annyit mondanék, hogy szóval két éve volt egy kellemetlen ügyem, amely szerencsére megoldódott illetve lezárult még hozzá közmegelégedésre. Nem akarom részletezni, de elég zaklatásban volt részem miatta. Ezért nem jönne jól nekem, ha újabb ügybe keverednék. Ahogy kimondta, már tisztában is voltam vele, hogy mit akar tőlem. Meg akarja tudni, hogy nincs-e szándékomban jogi lépéseket tenni ellene. Például azért, hogy rám feküdt, és megtapogatta a melleimet. Ekkor én is elkezdtem haragudni rá. Alig hanem az én arcom színe is vörösbe válthatott maradt még elég hely számára a kék és zöld foltok között. Hallottam róla mondtam. Miről? Kapta fel a fejét. Hogy állítólag tévedésből bemásztál valakinek az ablakán. Felugrott és rám akart rontani. Csak az utolsó pillanatban sikerült visszafogni a magát. Két keze már így is alaposan megközelítette a nyakamat. Szerencsére gyorsan magához tért. Előbb az utacska felé logott, hogy nem látta-e valaki a dükitörését éppen senki sem járt az úton, majd rám nézett. Meg sem kísérelte visszatartani a haragját. Mi a franc között van neked ehhez? Ordított rám. Mi a franc? Semmi mondtam. Csak hallottam róla ami pedig a tegnapi napot illeti inkább köszönettel tartozom neked, mintsem hogy kellemetlenséget okozzak. E felől nyugod lehetsz. Most pedig mennem kell. Viszlát, Májká. Felálltam és az utacska felé indultam. Májká, felugrott, utána műgetett, és elkapta akarom. karom. Debi, kérlek Debi. Igen. Fordultam vissza. Lehajtotta a fejét és szinte a cipőmnek mondta, amit mondott. Mit gondolsz azért lehetnénk mi még barátok? Megfordultam és hazamentem. Nem jött utánam. 10. Amikor beléptem a házba, úgy tűnt, hogy nincs otthon senki. Felsétáltam a lépcsőn, kinyitottam a szobám ajtaját. Meghökkentem, és talán még fel is kiáltottam meglepetésemben. Ott ültek mind a hárman az ágyam szélén, mint a költöző madarak a fák ágain vagy a villanyrótokon. Hosszú másodpercekig pásztázott a szemük, aztán némi csalódottsággal az arcukon összenéztek. Túlságosan rendben találták ahhoz az öltözékem, hogy valami vadkalandra következtethettek volna belőle. Nos. Robbant ki a kíváncsiság megíből. Mi volt? Mondj már valamit, mert szétrobbanok a türelmetlenségtől. Mivel kapcsolatban? Kérdeztem. Jaj, ne csináld ezt, Debbie, fogta könyörgőre Stacy, is. Csak azt mondd meg, hogy mi a fenét akart tőled. Beszélgetni mondtam. Csak. Csak. Mi fenéről? Nyugtalan volt miattam vontam meg a vállam. Azt akarta tudni, hogy nem történt-e bajom. Mint az orvosok, ő is felelősséget érzett a pácienséért. Elvégre akárhogy is, de az ő páciense voltam. Semmi más. Miért? Mit gondoltál, mi történik majd velem? Stacy, felállt az ágyam széléről, és óriási kérdődzselként magasodott fölém. Csak ennyi. Hát akkor, kis anyám, te alaposan elcsesztél valamit. Ez a pasas nem azért akart beszélgetni veled, hogy megtudakolja, mi a kedvenc színed, és hogy a nagypapádnak hány foga maradt 80 éves korára, hanem valami másért. Végül is megállapodtatok a következő randiban. Bár Májká, Lángorn valóban motyogott valamit, hogy legyünk barátok, vagy micsoda, randiban azonban nem állapottunk meg. Magam részéről biztos voltam benne, hogy soha többé nem ülünk egymás mellett egy padon. És abban is biztos voltam, hogy a Májká, Lángorn ügyet, ha egyáltalán ügynek nevezhető az a kis affér, ami köztünk zajlott, mindörökre lezártam. Ebben viszont nagyot tévedtem. 11. Három nap múlva rám szállt a döglégy. Jó, tisztában vagyok vele, hogy nem szabadna ilyet mondanom, elvégre Lucy, se nem tett nekem semmi rosszat, mégis azonnal meg í, szavai jutottak az eszembe róla. Ahogy a fejét tartotta, ahogy a fenekét riszálta és ide-oda lépkedett a tanulmányi hivatal előtti téren, egy zümmögő, táplálékot kereső légyre emlékeztetett. Így kezdtem kikerülni, nehogy akaratlanul is belebotoljak, ő azonban egyre csak felém zümmögött. Ezúttal is vékony, színes sejem ruha volt rajta, hesző táján nagy, zöld foltal, amiről ugyancsak a döglegyek jutottak az eszembe. Ahogy látszólag céltalanul csoportól csoportig ő döngött, a vak is láthatta, hogy keres valakit. Nem mintha kíváncsi lettem volna rá, hogy ki az áldozat, de ha már ott voltam, és ott volt ő is, kinyitottam a szemem nem kis meglepetésemre Lucy, Shepard, zűm mögött még egy kicsit, köszönt ennek, köszönt annak, aztán egyenesen felém igyekezett. Hello, Debbie. Mosolygott rám. Hogy vagy? Nem mondom, hogy nem lepődtem meg, elvégre még nem is ismertük egymást. Én ugyan tudtam, ki csoda, azt azonban nem tételeztem fel, hogy ő is tudna rólam. Sőt az volt a csoda, hogy tudott. Lucy, Shepard, már a sokadik szemeszterét végezte, normális körülmények között ügyet sem lett volna szabad vetnie az olyan nyomorult kis kezdőre, mint amilyen én voltam. És ő mégis odalépett hozzám, és olyan mosolyogva üdvözölt, mintha ki tudja, hány éve ismertük volna már egymást. Ő szintén be kell vallanom, zavarba jöttem. És zavaromban majd, hogy nem ismét elterültem a kövön. Hello nyögtem, és talán még elispirultam egy kicsit. Lucy, sepörd, jó indulatúan mosolygott rám. Te még nem ismersz engem, igaz. Még nem nyögtem, ami persze nem fette egészen a valóságot. Lucy, sepörd, vagyok bólintott és tovább mosolygott. Különben kétlem, hogy ne hallottál volna még rólam aki megír, Wilsonnal lakik egy házban, annak név szerint ismernie kell az egyetem mind az 1600 hallgatóját. Megí, Wilsonnál nincs plegykásabb lény a világon. Gondolom, rólam is leszette már a keresztvizet. Nem igaz. Meg sem mukkantam, inkább a vállaim közé húztam a fejem. Persze nem kívánom, hogy bevad legyintett. Díjazom, hogy nem vagy árulkodós. Különben, ahogy elnézlek, nem vagy rossz darab, az biztos. Nagyot nyeltem. Mi a fenére akar ez a nő kiukadni? Nem csodálom, hogy megakad rajtad a pasasok szeme. Rajtam. Nevettem el magam. Úgy éreztem, hogy nevetésem sokkal inkább kényszeredetnek tűnik, mint őszintének. Hát persze, hogy rajtad, nem is rajtam. Nekem valahogy nincs szerencsém velük. Hát neked. Mondhattam volna, hogy nekem egyáltalán nem volt még semmiféle ügyem semmiféle pasassal, sem olyannal, akivel szerencsém lett volna, sem olyannal, akivel nem. Bár, őszintén szólva, azt sem tudtam, hogy valójában mit is jelent az, ha valakinek szerencséje van velük. Nem sétálunk egyet. Kérdezte Lucy, se és mielőtt ellenkezhettem volna, már belém is karolt, és vonszolni kezdett a térről nyíló egyik ösvény felé. Megfordult ugyan a fejemben, hogy ellenállok, de aztán csak hagytam vonszoltatni magam. Nem akartam nevetségessé válni a többiek előtt. Akkor még azt hittem, hogy minden hallgató kizárólag debi, oharát figyeli, hogy alkalomattán jót nevetesen rajta. Később persze rájöttem, hogy valamennyi kezdő így érez, és csak az első vizsgák után veti le a szorongását. Nem sétáltunk sokáig. Mint egy tíz lépés után Lucy, eleresztette a karom, és amikor megálltam, felém fordult. Akkor hát beszélgessünk egy kicsit. Én már nem volt barátságos a hangja, sokkal inkább fenyegető. Felhúztam a szemöldököm és igyekeztem farkas szemet nézni vele. Elégedetten nyugtáztam, hogy néhány hosszú másodperc után ő ereszti le először a szeme előtt a edőnyt. Szóval, te vagy az a debi, ohara morogta megnyalva a szája szélét. Azt mondták nekem, hogy egy zöld béka vagy. De ez nem igaz. Ki mondta ezt? Kérdeztem nagyot nyelve. Nem mindegy. Vonta fel a vállát. Nincs jelentősége. Valaki megnézett magának, és ő mondta. De tévedett a hülyéje. Már nem vagy az. Vagy legalábbis nem sokára nem leszel az. Hát mi leszek? Kérdeztem könnyedén. Így Igyekeztem lazának mutatkozni, bár ő szintén szólva, fogalmam sem volt róla, mire megy ki a játék. Bombázó, szívem. Ezek a srácok ott és a terecske felé mutatott. Ahol egyre nagyobb lett a zsivaj, két év múlva a lábadnál heverésznek és a cipődet nyaldossák, mint a kutyák. Ezt én mondom neked, Debbie. Ne vacakolj, kérlek. Lucy felhúzta a szemöldökét. Miért vacakolnék? Nekem aztán jó szemem van, ezt elhiheted, kisanyám. Én meglátom benned a nagy lehetőséget. Bombázó leszel, ha csak. Jelentőség teljesen megállt és felemelte a mutatóujját. Ha csak. Nyögtem meg babonázva a mutatóujjától. Ha csak nem történik a bájos kis pofikáddal valami mondta. Ez aztán már fenyegetés volt a javából. Úgy éreztem, mintha elkezdett volna lepotyogni rólam az a sok gátlás, amit a bőröngyeimen kívül magammal hoztam hazulról. Mire gondolsz? Kérdeztem akkor tudatosult csak bennem, hogy milyen szerencsétlenül is nézhetek ki. Úgy állok előtte, összegörnyedve, mint ahogy Dávid állhatott hajdanán góliát előtt. Ő pedig, bár nem volt lényegesen magasabb nálam, valahogy mégis felettem lebegett. Mindig történhet baleset vonta meg a vállát. Ahonnan én jöttem, ott például néha egészen furcsa dolgok történtek lakott egy lány az utcánkban szép, barna bőrű, indián keverékcsaj. Én mondom, ritkán láttam nála dekoratívabb jelenséget. Olyan finom volt az arca, mint a bársony egészen addig, amíg ki nem készítették. Éjszaka jött haza, út közben elkapták és megdolgozták egy éles késsel az arcát. Amikor legközelebb találkoztam vele esküszöm, majd nem elsírtam magam. Mi és mi ebből a tanulság? Kérdeztem, némiképpen magamhoz térve. Te még nem ismered az itteni viszonyokat, szívem mondta Lucy, miközben ismét visszatért a mosoly az arcára. Új lány vagy itt még, jó ha tisztába jössz bizonyos szabályokkal. Még nem akad senki, aki figyelmeztetett volna rájuk, mondtam. Ekkor már lényegében véve nyugodt voltam, csak a torkom szorította össze még valami. Azért vagyok itt, hogy felsoroljam őket simogatta meg akarom. Nem is sejted, mekkora szolgálatot teszek vele neked. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Csak hallgass meg, szívem. Legalább nagyjából sejted, mire akarok kiukadni. Hát nem igen. Pedig egyszerű, Akadnak ismerőseim, akik nem szeretik, ha a sarkukra lépnek, azaz a szerzett jogaikat megkérdőjelezi valaki, főleg egy taknyos orrú újonc. Úgy érted, hogy valakinek a sarkára léptem. Lucy, rám mosolygott. Aha. És ki az? Lehet, hogy tudatlanságból tedd, sőt biztos vagyok benne folytatta zavartalanul. Van úgy az ember, hogy egyszerre csak történik valami vele, és már is benne van az űrzavar legközepében. Aztán olyan is van, hogy valaki cápának képzeli magát, ragadozónak, s megpróbálja elragadni más zsákmányát. Például a tiédet. Lucy, felnevetett. Ó, oh, nem, egyáltalán nem. Tudod, szívem, természetem szerint magam is cápa vagyok, csak éppen az okosabbak közül. Én mindig felmérem az erőviszonyokat. Ha erősebb kerül a közelembe, megrázom az úszóimat és eltűnök a környékről. Nem vagyok biztos benne, hogy pontosan értem -e, amire célzol. Lucy ismét nevetett és hogy teljes jó indulatáról biztosítson, megsimogatta a fejem. Érted te ezt, Debbie, persze hogy érted. Hiszel a véletlenekben, szívem. Hát persze. Én is, Debbie. Jól lehet, vannak jelenségek, amelyek véletlennek tűnnek, mégsem azok. Például, ha valaki álló helyzetben hanyatt esik, amikor Májká, Lángorn, a közelébe ér hát, ez azért furcsa véletlen lenne. Ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy nem a véletlen ruhájába öltözött szándékosságról van-e szó már korábban is felfogtam, mire megy ki a játék, most azonban már biztos voltam benne. Arra célzol, amikor Májká felsegített. És úgy nevezett mesterséges légzést adott neked. De hát az tényleg az volt. Jól van, cicám, engem nem kell meggyőznöd, nem rólam van szó. Van egy kínai közmondás, amely szerint nem elég ártatlannak lenni, annak is kell látszani. Te viszont nem látszol ártatlannak, drágám. Szerintem te egy számító kisdög vagy, aki már otthon, egy istenverte, kicseszed porfészekben elhatározta, hogy amint az egyetemre ér, elkapja a legmenőbb srác nyakát és el sem többé. Láttam én már ilyet, nem is egyet. Az élet azonban nem mindig olyan egyszerű, mint azt az istenverte, kicseszett porfészkekből ide szabaduló zöld békák gondolják. Ez itt és körbe mutatott a nagylányok és a nagyfiúk játszótere, ahova a kis pokkoknak a már említett porfészkekből nem ildomos belépniük. Vagy ha már ide pofátlankodtak valahogy, meg kell húzniuk magukat, különben baj érheti őket. Hát így van ez, kicsim. Valaki azt gyanítja, hogy te éppen ilyen vagy. Ezért most egyenesen megkérdezem tőled, Debbie, hogy tényleg ilyen vagy-e? Nem hiszem, mondtam. Nem vagyok ilyen. Okos kislány dicsért meg Lucy, se bőrd. Azt mondod, hogy az a hanyattesés és ami aztán jött, valóban a véletlen számlájára írandó. Azt bólintottam. És az andalgás májká, lángurnal, a fár között. Az is véletlen volt. Májká, csak tudni akarta, rendben vagyok-e Ó, oh, hát persze húzta el a száját. Májká, olyan, aki csak úgy minden hátsó gondolat nélkül randira hív valakit. Mikor lesz a következő randitok? Nem lesz következő randink, mondtam. Na figyelj ide, Debbie. csattant fel ismét a hangja te még nem ismered a srácokat nem a taknyos, retkes lábú, vidéki tahókra, hanem a menőkre gondolok. Tudod, ezek a fickók másmilyenek, mint azok, akikhez odahaza hozzászoktál. Ezek, ha járnak is valakivel, és teszem azt, komoly szándékaik vannak is velük, még nem biztos, hogy nem kezdenek ki másokkal is. Mint a büfében, szívem. Itt is felcsípünk egy falatot, meg ott is? Az igazi stabilan lakik a szívük közepében, a perifériáján azonban mások is felbukkanhatnak. Vannak lányok, akik viszont nem képesek elviselni ezeket a kis alkalmi kapcsolatokat. Nem tudom, meddig tartott volna a kiokosításom, ha meg nem unom. Általában is utálom, ha kioktatnak, azt pedig még jobban, ha megfenyegetnek. Ezért aztán sóhajtottam egyet, és most én fogtam meg Lucy karját. Figyelj rám, szivi! Szemem sarkából láttam, hogy a döglégy arca megrándul. Valahogy nem tetszett neki, hogy szivinek neveztem. Az a helyzet, hogy sajnálatos módon valóban hanyattestem, és meg is ütöttem magam rendesen. Lehet, hogy nevetséges a dolog, de másokkal is előfordult már rossz. Ami azután következett, arról nem tehetek, ugyanis nem voltam magamnál. Annak pedig, aki küldött, azt üzenem, nincs szándékomban májká, lángorn, után eredni, és pórázon sem szándékozom vezetni, még ha hagynám magát, akkor sem. Megnyugodhat az illető. Mondd meg neki. Lucy, bólintott. Jól van, drágám, úgy legyen. Különben, ha valamire szükséged lenne, fordulj csak hozzám. Most viszont mennem kell. Ha pasast keresnél magadnak, és nem találnál, szólj csak nekem. Biztosan lesz néhány jó ötletem. Te különben tisztességes lány vagy szinte sajnálom. Megvonta a vállát, megfordult, és elment. Mire visszasétáltam a térre, már csak alig néhányan áldogáltak az adminisztrációs épület előtt. Legtöbben a papírjaikba mélyedtek, és a tanterveiket tanulmányozták. Sóhajtottam és úgy gondoltam, hogy ideje nekem is munkához látnom, mindent elhagyni mögöttem, ami a régi életemben fontosnak számított. Az éjszakai látogatómat és a soha el nem feledhető gyilkosságokat is. 12. Azt hittem, jó darabig nem látom Lószé, dög legyet, de az élet a saját törvényei szerint zajlik. Néha bizony alaposan megtréfál bennünket. Este kilenc felé sikerült átvernem a lakótársaimat, így egyedül indulhattam sétálni. Azt hazudtam szegényeknek, hogy vissza kell még mennem az irodába ezekben a napokban a késő esti órákig nyitva tartott és el kell intéznem valamit. Természetesen távolról sem ez volt az oké, okay, amiért leléptem tőlük. Egyszerűen csak egyedül akartam maradni egy kicsit. Bár valóban kedves lányok voltak, és kezdtem megszeretni őket, nem szoktam még hozzá, hogy a nap minden percében ott locsogjon valamelyikük a közelemben. Nem tudom, miért, de azt a padot vettem célba, amelyen az elmúlt napon Májká, Lángúrnal ücsörögtem. Egyáltalán nem azért ültem pont oda, mintha nosztalgiám lett volna a személye iránt, egyszerűen arról volt szó, hogy le kellett ülnöm valahova és éppen ez a ped volt megfelelő közelségben. Ráültem hát, és maga elé bámultam. A hold ezekben a percekben kelt fel és egyre magasabbra kapaszkodott az égen. Jó fél óráig ülhettem mélyen a gondolataimba merülve, mert mire felriadtam, már a paddal szemben nyújtózkodó fák csúcsa fölött járt. A karatom ellenére is Májká, Lángorn, körül kószáltak a gondolataim. Azon törtem a fejem, hogy vajon ki lehet az a lány, aki belezúgott, és nem is akarja veszni-hagyni szemed zsákmányát. Talán maga Lúci. Leadta nekem a nagy szöveget, hogy más nevében beszél, a valóságban viszont a saját féltékenysége az, ami a száját mozgatja. Vajon mire lenne képes Lucy, ha mégis csak szövődne valami köztem és Májká, Lángorn, között? Ingerülten megráztam a fejem, és megpróbáltam elhessegetni magamtól az ostoba gondolatokat. Hiszen még az sem biztos, hogy tetszik-e nekem Májká, Lángorn. Igaz, jó képű fiú, meg minden, csak hogy amit eddig hallottam felőle, az egyáltalán nem csábító. Hogy is mondta Lucy, se Neki és a hozzá hasonlóknak alapvetően mások a szokásai, mint a közönséges halandóknak. Hiába is foglalod el a szívük közepét, soha nem birtokolhatod az egészet. Meg kell osztoznod azokkal, akik a perifériákról nyújtanak nekik vigasztalást. Hát ha Májká, Lángorn és ilyen, akkor kell a fenének. Ha egyszer majd lesz valaki, akinek a szíve közepébe kerülök, én bizony nem leszek hajlandó eltűrni a konkurenciát. Arról nem is beszélve, hogy Májká, Lángorn nem mutatta jelét, hogy vonzódna hozzám. Az, hogy hajlandó volt segíteni rajtam, még nem jelent semmit, illetve nem sokat. Sportemberként belénevelték, hogy ha valakinek segítségre van szüksége, ne fusson el tőle. De semmi több. Bizonyára ezerszer is megbánta már, hogy nem sétált el mellettem, amikor hanyat vágtam magam. Éppen itt tartottam, amikor megzördült a közelemben valami. csend, mintha valaki rálépett volna. Időm sem volt megijedni, már is felcsattant egy ingerült női hang hol van már az a bed? A hang ismerős volt, bár nem tudtam, ki. Mintha Májká, Lángorn, hangját hallottam volna válaszolni neki. Vigyázz, mert neki mész. SSSZ. Azt hiszem, ráléptem valamire. Már itt is van. Éppen ideje. Csúrom víz lett a cipőm. Téged aztán nem könnyű puska végre kapni. Háromszor is kerestelek délután. Sajnálom, mondta a férfi hang. Akadt egy kis dolgom. Hogy hívják? Ugyan már, szívem, megint kezded. Össze kellett állítanom a kötelező olvasmányok listáját. Jól van, csak megkérdeztem. Különben felőlem azt csinálsz, amit akarsz. Addig a pontig, ameddig megengedem neked. Világos. Világos, csak éppen felesleges folyton figyelmeztetned rá, hogy a rabszolgád vagyok. Jó, ha ezt napjában többször is elismétled magadban. Valóban az vagy, lelkem. Az utóbbi időben mégis mintha kerülnél. Honnan veszed ezt az őrültséget? Érzem. Vagy tévednék? Persze, hogy tévedsz. Semmi oka, hogy kerüljelek. Remélem is. És most megcsókolhatsz. Kérlek, szívem, most ne, jó. Valahogy nem vagyok abban a hangulatban. A lány hangja ismét felcsattant. Te akkor vagy csókolódzós hangulatban, amikor felszólítalak rá, oké. Okay. Ezt egyszer már megbeszéltük. Természetesen, de... Akkor csókolj meg. Ez volt a pillanat, amikor úgy éreztem, le kell lépnem. Semmit sem utálok jobban, mint kilesni mások legbensőbb titkait. Kivéve persze, ha ki akarom lesni őket. Ez esetben viszont nem erről volt szó. Minél gyorsabban, minél távolabbra akartam kerülni a láthatatlan pattól. Felálltam, és el akartam tűnni, ám akkor rádöbbentem, hogy reménytelen fába akarom vágni a fejszémet. Ahol éppen szemben velünk fürdöcskézett az égvizében, szinte nappali fényben ázott az ösvény. Lehetetlen, hogy ne vegyenek észre. Az, hogy én nem látom őket, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ők se látnának meg engem. Így hát kénytelen kelletlen tovább hallgattam a beszélgetésüket. Ez kellemes volt dünnyögte a női hang. Jól csókolsz, rabszolga. Tudod? Hogy nem szeretem ezt a stílust, nyafogta kedvetlenül a férfi hang. Nem baj, Szívi. Az a fő, hogy nekem tessék. Ha lenne egy kis időnk még egyébre is, megkérnélek, és te azt is megtennéd nekem, ugye, Szívi? Mély hallgatás után a lány felnevetett. Ne izgulj, nem akarok semmi forrót tőled. Most nem. Csak imádom, ha kínozhatlak és megalázhatlak. Kérlek, szívem. Jól van, odébbülhetsz, ha akarsz. Bár végül is nem egészen értelek, nagyfiú. Mások boldogok lennének, ha megcsókolhatnák a lábamat, te pedig mindent megkaphatsz tőlem, amit csak akarsz, és mégis kedvetlenül teszed. Bezzeg akkor. Csak nem zuhantál bele valakibe. Jól tudod, hogy nem. Szeretném, ha így lenne, mert nincs veszélyesebb a szerelmesnél. Aki szerelmes, az könnyen elveszíti a kontrollt önmaga és a nyelve felett akaratlanul is fecsegni kezd. Te pedig jól tudod, hogy gyűlölöm a fecsegőket. Ugye te nem fecsegsz sokat, Szivi? Egyáltalán nem fecsegek. Ezt el is várom tőled. Azt mondtad, beszélni szeretnél velem. Talán a terhedre vagyok, hogy ilyen gyorsan le akarsz rázni. De hogy is vagy a terhemre? Akkor csókolj meg megint. De Isten igazából, különben beléd rúgok. Úgy lapultam a padon, mint a riad nyuszi. A fenébe is egyre több olyasmit hallok, amit nem akarok hallani. Mi lenne, ha mégiscsak megpróbálnék lelépni? Már-már megkezdtem volna a kockázatos visszavonulást, amikor a lány újra csak felcsattant. Most már elég legyen ha így csinálod, nem el semmit. Nem tudnád jobban imitálni, hogy szerelmes vagy belém. Csak engem kívánsz. Pedig mindent megteszek, szívem siránkozott a másik. Jól van, hagyjuk a fenébe az egészet. Pattogott a lány. És bár nem láttam, esküdni mertem volna rá, hogy összegyűrődött ruháját simítgatja le. Akkor hát beszéljünk komoly dolgokról. Szükségem van rád, szívem. Tend kell valamit, mert nem hagy békén. Kicsoda? Hát ő lehet, hogy nevet is mondott, lehet, hogy nem, én minden esetre nem hallottam. Valószínűleg az lehetett az oka, hogy közeledett felénk valaki az ösvényen. Lépései férfi léptek voltak, s egészen addig hallottuk a kopogását, amíg csak bele nem olvatta semmibe. Mit csináljak vele? Taníts Móresre. Végül is mi a fenét akar? Mit akarna? Pénzt. Tehát csarol. Mennyi eszed van, hogy rájöttél? Különben téged is akar, szívem. Ez pedig, tudod, mit jelent? Itt az ideje, hogy kiiktassuk a játékból. Ezt én nem akarom, és nem is tudom megtenni. De hogy nem tudod, szívem sose feledkezz meg róla, hogy ott van az a boríték a közjegyzőnél. Márpedig, ha felbontják. Már hallom is a csattanásokat. Tudod, mi csattog, szívem? Mi? A börtöncellád ajtaja, drágám. Magyarázzam tovább. Nem szükséges. Akkor hát fogd be a száját. Hogy fogjam be? A lány hisztérikusan felsikoltott, örökre fogd be. Jézusom szívem én azt nem bírom megtenni. A lány lecsillapodott, és szinte bocsánat kérőn mondta, akkor nagy baj lesz, drágám. De hát hogy csináljam? Ez rád van bízva. Most pedig csókolj meg. Ez legyen a pecsét a beleegyezéseden. Aztán beállt a csend. Hosszú ideig vártam, hogy vége legyen a csóknak, de sehogy sem akart vége szakadni. Ki tudja, meddig kuporoghattam volna a padon, ha a hód végre el nem tűnik egy nagy, széles levelekkel teli tűzdelt faág mögött. Ekkor óvatosan felálltam és a legközelebbi bokor árnyékába húzódtam. Vártam még egy kicsit, mint hiába. Vettem egy mély lélegzetet és kinyújtottam a fejem a bokor mögül. Nem messze tőlem kékre festett pedárválkodott. Már nem ült rajta senki. Nem tudom, mikor tűntek el, talán a holdfény szívta fel őket. 13. Hiába is próbálkoztam, képtelen voltam elaludni. Egyre csak azok a mondatok kavarogtak a fejemben, amelyeket a kékre festett padról hallottam. Nem tudtam eldönteni, vegyem-e komolyan az elhangzottakat, vagy vonjam meg a vállam, és ne is törődjek az egészszel. Úgy éreztem magam, mintha valamilyen piszkos dologba keveredtem volna. Legszívesebben beültem volna a fürdőkádba, hogy lemossam magamról a rám ragadt szavakat, de nem akartam felzavarni a többieket. Felültem és a fél homályba bámultam. Valakinek el kellene mondanom, amit hallottam, csak éppen nem tudom, kinek. Sajnos nem ismerek itt senkit, senki nem tudja, mit hagytam a hátam mögött, mikor idejöttem. És ha felhívnám Emmer Lordot? Itt van a kezem ügyében a telefonom, csak le kell nyomnom a megfelelő gombot, és. Nem, ezt nem tehetem. Először is éjszaka van, másodszor pedig megfogadtam magamnak, hogy soha többé nem beszélek vele. Semmi közöm az FBI-hoz, nyugodtan akarok élni, nem óhajtok belekeveredni semmibe. De ha még fel is hívnám, mi az ördögöt mondhatnék neki? hogy kihallgattam két diáktársam beszélgetését, és azt véltem kihallani belőle, ha éppen nem csókolóztak, hogy valaki nem tetszik nekik, és meg kellene szabadulniuk tőle. Képzelem, hogy észön mit gondolna rólam. Már azt hittem, örökre búcsút mondtam a minden lében Kanál Debi, Oharának, és most, évek múlva nem előkerült a sűrjesztőből. Azt hittem, megnyugszik végre az egyetemen, ott, az Isten háta mögött, de nem, ez olyan, hogy ott sem fér a bőrébe. Elszement történetekkel traktál, miközben azt hiszi, hogy sem én, sem az FBI nem való másra, mint hogy az ő adszüleményei után nyomozzon. Dühösen a párnámra csaptam, felemeltem, és betakartam vele a fejem. Aztán gyorsan lekaptam róla. Mielőtt a fejemre szorítottam volna, mintha egy magas, bokáig érő ruhába öltözött női alakot láttam volna felsejleni az ágyam mellett. Mire kiszabadult a fejem a párna alól, már nem volt senki a szobában. Úgy aludtam el, hogy észre sem vettem. 14. A másnap reggel fejvesztett rohangálással kezdődött, ami egészen délutánig tartott. Aki járt már egyetemre, tudhatja, hogy egy első évesnek nincs éppen könnyű dolga. A szemeszter kezdetén pedig végkép nincs. Úgy fogalmazhatnám meg röviden a dolgot, hogy egy elsősnek meg kell találnia a helyét abban a közösségben, amelyben jó néhány évet szándékozik eltölteni. És ez vonatkozik nem csak az átvitt értelmű helyre, hanem a valósra is. Másképpen szólva, el kell igazodnia a számtalan lakóépület, oktatóterem, szolgáltató épület, kanyargós ösvény, egyenes ösvény, park, kis tó, nagy tó, ez, az, amaz, szóval, a campus számtalan kiemelkedő és jelentéktelen pontja között. Ekkor még nem beszéltem a hivatalokról, a tanárokról, a felvehető órákról, a feliratkozásokról, a jelentkezésekről és egyebekről. Szóval, volt mit tennem, az a lényeg. Talán említettem már, hogy a gyógyszerészeti karra jelentkeztem. Hogy miért éppen ide? Ez is a ma rejtélyek közé tartozik, amelyekre nehezen tudok elfogadható magyarázatot adni. Igaz, hogy gyerekkoromtól fogva vonzódtam a gyógyszertárak a drógtórok iránt, izgatott a vegyszerek szaga, tetszett az eladók szép, fehér, gondozott köpenye és a sok színes doboz a polcokon. Ezeken kívül viszont semmi egyéb. Hogy akkor mégis miért éppen a gyógyszerészetet választottam? Alig hanem azért, mert amikor egyszer véletlenül az egyetem honlapjára klikkeltem a számítógépemen, az ő felvételi hirdetésüket találtam a legszellemesebbnek. A hirdetés egy nagy almát mutatott szép, kerek, piros almát, amelyből hirtelen és váratlanul egy kukac bukkant elő, szép, hosszú, kövér, fehér kukac. Olyan vérfagyasztó vigi ötilt a képén, hogy a gyengébb idegzetűek nyilván gyorsan tovább klikkeltek volna egy másik hirdetésre. Én azonban ott maradtam, és farkas szemet néztem a kukaccal. A kukac rám kacsintott és nagyot harapott az almába. Még csámcsogott is hozzá, ami a jól neveltség teljes hiányára mutatott. És ekkor az alma is felé lett. Kinyitotta eddig láthatatlan szemét, sóhajtozni kezdett, majd pirosból fonnyat sárgára változott a színe. Azt hittem, ezzel vége, a kukat nyerte a menetet, de nem, mert amikor szegény alma már a végét járta, megjelent egy nagy, fehér, karcsú, szépen manikűrözött kéz, benne egy kis üveggel, és a tartalmával pofán lögtyintette a kukacot. A kukat felsivított, kihullottak a fogai, vonaglott, és talán még a lábai is kipotyogtak volna, ha száz lábú lett volna, csak hogy ő kukac volt, annak pedig nincsenek lábai. Minden esetre a lé úgy kiütötte szegény kukacot, mint Májká, tizon azt a furcsa nevű fickót a kilencedik menetben. Nem mondom, sajnáltam is egy kicsit, amiért ilyen szörnyű véget ért, de beláttam, hogy ennek így kellett történnie. Az az életrendje, hogy a jó győzzön a rossz felett. Mondanom sem kell, hogy a reklám tulajdonképpen egy szép allegória volt, és azt jelentette, hogy ha belénk esik emberekbe egy kukac, ami ugye bármiféle betegség lehet, akkor ott vannak a gyógyszerek, a gyógyszertárak és a gyógyszerészek, s ők így együttesen kihúznak bennünket a páncból. Kicsit elgondolkodtam ugyan a kukacon meg az almán, de azért nem vontam le belőlük semmiféle elhamarkodott következtetést. Rövidesen aztán, sajna, bekövetkezett, amire számítanom kellett el kellett döntenem, hogy mi a fene legyek, ha nagy leszek. Nem kis probléma volt, az kétségtelen. Az volt ugyanis a büdös nagy helyzet, hogy semmi sem akartam lenni. Semmit sem akartam csinálni, teljesen meg voltam zavarodva. Ha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy otthon akarok-e maradni a szüleim nyakán, sikítva tiltakoztam volna, ha megkérdezték volna tőlem, hogy akkor tám valamelyik főiskolán vagy egyetemen kívánnám-e folytatni a tanulmányaimat, hevesen megráztam volna a fejem. Semmit sem akartam csinálni, és semmi sem akartam lenni. Ma már persze tudom, hogy mitől volt mindez, valami posztraumás izé uralkodott el rajtam, annak a sok szörnyűségnek az utóhatásaként, amelyen négy évvel ezelőtt átmentem. A gyilkosságokra és a nyomozásomra gondolok, amelynek során majdhogy nem sikerült átküzdenem magam a más világra. Amit a szüleim számlájára írhatok pozitív értelemben, akkor az első sorban a türelem volt. Nem sürgettek, nem tettek fel kellemetlen kérdéseket a jövőmet illetően, nem kiáltoztak velem, egyszerűen csak vártak. Hát, ha egyszer csak megmozdul valami az agyamban és magamtól is kibököm, hogy mi a szándékom. Amúgy furcsa lány voltam, kerültem az embereket, beleértve eddigi barátaimat is. Mériló és pat is elmaradt lassan mellőlem, magányos farkas lettem, bár a farkas talán azért egy kicsit túlzás. Ahogy aztán a középiskola befejezése felé közeledtem, egyre gyakrabban találkozott a szemem szüleim várakozó tekintetével. Értettem én, hogy ne értettem volna, mire várnak. Arra, hogy nyilatkozzam végre. Azt hiszem, megdöbbentek volna, ha a lelkembe láttak volna szerencsére nem láttak bele. Nem látták, hogy mi az, ami ott rejtőzik a mélyén, egyelőre még csak halvány kívánság formájában. Ám a fehér, kövér kukac és a fonnyadozó, piros alma döntésre késztetett. Így hát magam vágtam a dolgok elébe. Ebédnél történt, vasárnap. Anyám báránybordát sütött kukoricával, s nagyjából a felénél tarthattunk, amikor letettem a kést és a villát, s enyhén üveges tekintettel felmenőimre néztem. Gyógyszerész csúszott ki a számon a szó néhány szem kukoricával együtt. Nem is a szó keltett rémületet szegényekben, hanem a kukorica. Ahogy kinyögtem a gyógyszerész szót, s a kukorica is potyogni kezdett a számból, mindketten azt hitték, hogy tragédia történt. Vagy agyvérzést kaptam, vagy mellényeltem, rossz esetben egyszerre mind a kettő. Anyám sikított, a szívéhez kapott és az ő szájából is kihullott néhány szem. Tisztára úgy, mint a rém filmekben, amikor földön kívüli kukacok potyognak a gyanútlan utazók szájából. Apám kezéből kiesett a kés és a villa az ő szájából nem potyogott kukorica, mivel utálta, és krumpli tevet inkább viszont nagyokat ordított. Csak akkor nyugodtak meg, amikor látták, hogy nincs semmi bajom. Éppen ellenkezőleg, olyan törvénytelenül vigyorgok, mintha megbudjantam volna. Mi történt Debbie? Lihegett apám, és még mindig nem hitte el, hogy nem a talpam készülök feldobni. Ráharaptál a nyelvedre. Bocs ráztam meg a fejem és ittam néhány kortei vizet. Csak eszembe jutott valami. A frászt hoztad rám, mondta anyám szemrehányóan a szívét masszírozva. Apám fürkészve nézett rám. Nem akartál mondani valamit. Sóhajtottam egy nagyot, és igyekeztem szeliden mosolyogni. Eszembe jutott valami ismételtem. Micsoda? csoda? Kíváncsiskodott az apám. Hogy mi szeretnék lenni. Ami ezután következett, az is szájfibe illő jelenet volt. Mindketten úgy megdermedtek, mintha az a bizonyos bomba hullott volna a kertünkbe, amely sóbálványjá változtatja az embereket. Nem öli meg, csupán sóbálványt csinál belőlük, és azt sem hosszú időre. Csak addig, amíg a támadó katonaság el nem foglalja az országot, s amikor a sóbálványok magukhoz térnek és mozogni kezdenek, döbbenten fedezik fel, hogy immár egy másik ország alatt valói például az óriáspókok országáé, s az óriáspókok belőlük táplálkoznak, ha megéheznek. Már pedig köztudott, hogy azok aztán mindig éhesek. Apám megrázta fejét, erre megtört a varázs. Anyám újra eltátotta a száját, nem voltam biztos benne, hogy az örömtől vagy a rémület -e. Úgy érted, ha befejezted az az nyártól. Úgy értem, mondtam. És micsoda? Asztalunkat elöntötte a várakozás csendje. Talán még a kukorica szemek is visszafojtották a lélegzetüket a tálban. Na és micsoda? Csatlakozott apámhoz elhaló hangon anyám is. Összeszedtem minden erőmet és megismételtem, amit egyszer már kimondtam. Gyógyszerész. A szó lehullott az asztalra, és ott is maradt. Gyógyszerész. Vízhangozta kis idő múlva az apám. Gyógyszerész. Rántotta fel a szemöldökét anyám. Az mondtam. Újra csend. Nem barátságtalan, de azért mélyreható, elgondolkodó csend. És miért? Törte meg aztán az apám. Ismét rájuk vigyorogtam és pusztítani kezdtem a kukoricát. Csak akkor válaszoltam, amikor már legalább három kanállal lenyeltem. Ki akarom nyírni a kukacokat mondtam. Jézusom! Nyögte anyám! Jézusom! Apám erősen tartotta magát. Sápat volt ugyan, de nem engedte, hogy eluralkodjék rajta a pánik. Milyen kukacokat, Debbie! Az alma kukacokat mondtam. Trutmót lökcsintek rájuk, de előtte kimanikűrözöm a körmeimet. Én már világos volt minden. Debi, ohara megbolondult. 15. Végül azért csak rendbe jöttek a dolgok. Őseim felfogták, hogy nem budjantam meg legalábbis nem annyira, hogy közveszélyes lennék. Képtelenek voltak ugyan megérteni, hogy miért éppen gyógyszerészetet akarok hallgatni, amikor mindeddig semmi hajlandóságot sem mutattam a gyógyszerek vagy gyógyszerészet iránt, végül is belenyugodtak a dologba. Amikor pedig meggyőződtek róla, hogy valóban komolyak a szándékaim, nem csak a hülyeség beszél belőlem, már örülni is tudtak a választásomnak. Apám lelki szemei előtt már egy kis drágsztor lebeghetett, ahogy ott állok a pultja mögött és mosolyogva tanácsokat adok a betérőknek. Ezúttal azonban a kancellária oszlopos épülete előtt álltam, Kezemben legalább két tucat prospektussal, felhívással, belépési nyilatkozattal, és nem tudtam, mit tegyek. Az eszem azt súgta, hogy keressek egy okosabbat, aki el tudna igazítani a sok teendő között, egyelőre azonban nem bukkantam ismerősre. Még a lakótársaimat is felszívta a Kempösz rengetege. Ahogy tanács talanul toporogtam, kiesett pár prospektus a hónom alól. Lehajoltam értük, hogy felvegyem őket, ám a következő pillanatban felemelkedtem a levegőbe, majd lehuppantam a terecske kövére. Szerencsére nem ismétlődött meg a korábbi eset, mivel prospektusok szőnyegére estem, nem sikerült belevernem a fejem a márványba. Ahogy talajt fogtam, már álltam is fel. Rémült kiáltást hallottam a fülem mellett, majd valaki a hónom alá nyúlt és felsegített. Istenem nyöszörögte mellettem egy megszeppent női hang. Nem esett bajod. Nem esett. Mi sem bizonyította jobban, mint hogy a szememen sem kellett igazítanom, penge élesen láttam magam előtt a hang gazdájának ilyet arcát. Nem ütötted meg magad. Jött az újabb, riad kérdés. Semmi bajom nyögtem. Néhány másodperc múlva már tisztában voltam vele, ki rémüldözik mellettem. Az a lány, akit alig ha nem megír, mutatott meg az ablakból. Akinek a szobájába állítólag Májká, Lángorn, tévedésből bemászott. Istenem, szívem, ne haragudj rám nyögdécselte a lány, és nagyokat nyelt, mintha a könnyeit nyelné. Hogy én milyen figyelmetlen vagyok. Nem vettem észre, hogy itt állsz az oszlopnál szóval, ne haragudj, kérlek. Nem haragszom, nyugtattam meg, és valóban nem is haragudtam rá. Csupán kíváncsi voltam. A lány segített felszedni a prospektusaimat, miközben gyors pillantásokat vetett rájuk. Ahogy felkapkodtuk őket, rám mosolygott. Szép, barna, kreol bőrű lány volt. Kicsit magasabb, mint én, karcsú, csinos arcú. Ajkai talán így picit vastagabbak a kelleténél, de hát vannak, akik kifejezetten az ilyesfajta szájakra buknak. Most kezded az első szemesztert. Kérdezte, gyengéden végig simítva blózom ujján. Talán néhány por szemet igyekezett leseperni róla. Legalábbis próbálkozom vele sóhajtottam. Na és hogy megy? Nehezen mondtam. Ó, azt nem is csodálom bólogatott. Emlékszem, annak idején én is mennyire elveszettnek éreztem magam az első napokban. És milyen jó lett volna, ha valaki segít eligazodni a lehetőségek között. Ebben a cipőben járok magam is. Mosolygott, és felém nyújtotta a kezét. Erika, szemflőrnek hívnak, és a hatodik szemesztert taposom. Öreg lány vagyok már a csapatban. Jót kuncogott, mint akinek tetszik a saját szövege. Debi, ohara mondtam. Mit hallgatsz, Debi? Gyógyszerészetet. Én kémiát. Hát akkor Isten hozott, Debi, a fedélzeten. Néhány pillanatig azt hittem, már megy is tovább, s mintha neki is ez lett volna a szándéka, ám hirtelen megtorpant. Akarod, hogy segítsek. Tulajdonképpen azt kellett volna mondanom, hogy majd magam is elboldogulok valahogy, de aztán mégiscsak azt feleltem, hogy jó lesne a segítsége. Erika, Szentflőr, az órájára pillantott. Figyelj, Debi, nekem most sürgősen el kell mennem valahova, elintézni néhány apróságot, de fél óra múlva visszajövök, és akkor a tájd vagyok. Előre is köszönöm hálálkodtam. Nem okozok nagy fáradtságot vele. Erik legyintett és megcsóválta a kezében tartott csomagocskát. Ugyan már, szívem, azt is meg fogod majd tanulni, hogy ezen az egyetemen semmi sem olyan rettenetesen fontos. Akkor leszel majd igazából egyetemi polgár, amikor másodpercek alatt képes leszel megkülönböztetni a jelentőset a jelentéktelentől. Mielőtt válaszolhattam volna, egy lány és egy fiú bukkant fel a közvetlen közelünkben. Alig ha nem veszekedtek, ezért észre sem vettek bennünket. Csak amikor már majdnem nekünk ütköztek, kapta fel a fejét a lány és figyelmeztetőn megfogta a fiú karját. Vigyázz, Henk, mert nekik mész. Majd hogy nem felkiáltottam meglepetésemben. Egyetlen pillanatig azt hittem, Májká, Lángorn, a fiú, de mégsem ő volt. Ez is magas volt, széles vállú, jó képű, ám nem Májká, lángórn, volt. A két lány megállt egymással szemben, és a szemük serebbent. Erik végül mosolyt erőltetett az acára. Hi, Póla. Hi, Erik. A fiú rám pislogott ugyan, de meg sem moccant a szája. Szürke szemében mérhetetlen közönyült, ahogy aztán elnézett felettünk. Hogy vagy, Póla? Én jól. Hát te. Megjárja. És te, Henk. A szürke szemű megmoccant, de ezúttal sem költözött élet a szemébe. Én. Jól. Persze. Gyerünk, Henk, mennünk kell. Vezényelt Póla, és most engem vett szemügyre. Mi még nem ismerjük egymást, igaz? Még nem mondtam. Debbie, ohara vagyok. Elsős, mi? Sok szerencsét hozzá! Elkapta heng fiú csuklóját, és maga után húzta. Önkéntelenül is utánuk bámultam. A lányról rövid hajó, merev tekintetű, kiugró álló némber csak úgy sütött az ellentmondást nem tűrő erőszak, a fiú pedig a rabszolgájának tűnt. Nagy, csinos, tapló eszű bunkónak. Ahogy jobban megnéztem őket, az egerek és emberek nem mindennapi kettősére emlékeztettek. Szép kis páros, enni? kérdezte Erikő elhúzva a száját. Néha megáll az eszem, hogy kik kerülhetnek erre az egyetemre. Láttad ezt a lányt? Egyetlen kanál vízben megfojtaná, aki szebb nála. És a fiú? kérdeztem. Erikő megrázta a fejét nem fiú az, szívem, hanem egy nagy darab lélek nélküli automata. Úgy is mondhatnám, hogy 180 font csont, hús és izom. Az agya ugyanakkor alig több néhány dekánál. Éppen úgy, mint a dinoszauruszoknál. De focizni azt tud. Igazán. Hát, szívem, ő a csapat egyik motorja. Akár csak Májká. Májká, lángúrn. Hallottál már róla? Valamit igen mondtam. Ők ketten viszik a hátukon az egész bandát. Néhányszor már elgondolkodtam rajta, hogy hogy a fenébe is lehet ez. Itt van ez a nagy, tohonya, eszetlen lény, azt hinnéd, hogy még a járás is nehezére esik, ám abban a pillanatban, ahogy a pályára lép, megváltozik. Mintha nem is ő lenne, hanem valaki más láttad a fekete szakál szellemét. Mintha belé költözne egy szellem. Abban a minutumban elkezd játszani, és a vállára veszi Maikákkal együtt a csapatot. Hát ezt kapd ki. Érdekes motyogtam. Különben a rabszolgája mondta. Ki csodának? Kérdeztem szándékosan ostobán. Ej, hát henkál pepörpóla, burtonnek. Ez a kis penészvirág a hatalmában tartja. Ha megparancsolná neki, hogy nagy nyilvánosság előtt nyalja végig a lábát, mind a tíz lábújját beleértve, ez a nagy barom megtenné. Hát furcsa, mondta. Vagy ki tudja, sóhajtotta Erikő, és mintha kis irigység bújkált volna a hangjában. Vannak lányok, akik olyanok, mint a varangyos béka, és mégis óriási hatalmuk van a férfiak felett. Te még nem láttál ilyet. Nem emlékszem, motyogtam, és úgy tettem, mintha nagyon megerőltetném az eszem. Hát akkor most láttál. Szerinted, milyen vegyész lesz ebből a fickóból? Már a hatodik szemesztert nyomja, de még mindig nem tudja megkülönböztetni a foszfort a száraz kutya szartól. Akkor hogy jutott el idáig? Hát ez is ama izgalmas kérdések közé tartozik, amelyekre még senki sem válaszolt ezen az egyetemen. Valószínűleg az is közre játszik benne, hogy ő a foci csapat üdvöskéje, mint mondottam. Aztán ez a kis szörnyeteg is segít neki. Ki? Jaj, szívem, hát Bóla. Annyit mindig sikerül belepumpálnia a fejébe, hogy átmenjen valahogy a vizsgáin. Szerinted miért teszi? Erikő megrázta a fejét. Ez is jó kérdés. Nem gondolhatok másra, mint arra, hogy a mi kis paulácskánk jövőjét építgeti. Lehet, hogy ez a barom még sokra viszi. De hiszen azt mondtad. Nem mint vegyész, hanem mint futballista. Ravasz ez a kis tyúk, nem is vitás. Ide a rozsdás hogy erre a tohonyára építi a karrierét. Búcsú pillantást vetettem az egyre távolodó párra. Elől Póla, lépkedett, büszkén, magasra emelt fejjel, mint egy győztes gladiátor, mögötte három lépéssel lemaradva, lehajtott fejjel, henkkál pepör bandukolt. Mint a rabszolga úrnője után. Én már kétségem sem lehetett a felől, hogy őket hallottam tegnap este a fák alatt. Erikő ismét az órájára pillantott. Már itt sem vagyok, szívem. Addig sétálgas itt az oszlopok között, igyekszem gyorsan lerázni magamról a kötelességporát. Barátságos Grimaszt vágott, és a már eltűnt pár után sietett. Engedelmesen az épülethez vezető lépcsősor egyik oszlopához dőltem, és elgondolkodva bámultam magam elé. 16. Arra riadtam, hogy ismét egy párt hallok beszélni a szomszéd oszlop mögött. Megmertem volna esküdni rá hogy egyikük Májká, Lángorn, a másik pedig Erika, szemflőr. Jeges rémület futott át rajtam. Lehet, hogy visszaestem abba az állapotba, amelyből azt hittem, sikerült végérvényesen kikecmeregnem. Mert úgy négy évvel ezelőtt, mintha még az időérzékem is megkótyagosodott volna. Előfordult, hogy órákig magam elé bámultam, és nem érzékeltem az idő múlását. Emlékszem, egyszer egyedül ebédeltem a konyha asztalnál, majd a leves után belenéztem a híg levegőbe. Arra riadtam, hogy a fodrásztól hazaérkező anyám becsapja magam mögött az ajtót. Az órára pillantottam, este nyolc volt. Hogy déltől teljes nyolc órán át mi történt velem, fogalmam sem volt róla. Nem érzékeltem a környezetemet, kiestem valahogy az időből. Amikor anyám belépett a konyhába és ott látta előttem az elmosatlan edényeket, nem szólt egyetlen szót sem, csak leült mellém és sírva fakadt. Aztán megkérdezte, hogy mivel töltöttem a délutánt. Mondtam neki, hogy valószínűleg semmivel. Megkérdezte, hogy egyáltalán mire gondoltam ez alatt az idő alatt. Mit mondhattam volna neki egyebet, mint hogy nem gondoltam semmire. Nem hiszem, hogy valaha is láttam még ilyen kétségbe esetnek szegényt. Egy év kellett hozzá, amíg végre kiszabadultam ebből az időkieséses állapotból. Most azonban rám tört a rémület, hogy alig ha nem visszaestem bele. Talán nem sikerült tökéletesen kigyógyulnom belőle, visszatért hozzám, mint a pokolba kívánt vendég. Lehet, hogy végig itt álltam az oszlopnál, kihulva az időkrostáján, s nem vettem észre, hogy Erikő és Májká, Lángorn, vagy Póla, és Henk Kálpepör visszatértek. Lehetséges, hogy nem vettek észre. Pedig az oszlop mögöttiek az ő hangjukon beszéltek. Csak éppen nem tudtam, hogy melyik kettő énő. Amikor jó tíz perc elmúltával a beszélgető páros kilépett az oszlop mögül, megkönnyebbültem. Ó, oh, hogy a fene vigye el, erre nem gondoltam. A lány is és a fiú is ismeretlenek voltak, holt biztos voltam benne, hogy soha nem láttam még őket. Hirtelen megoldódott a talány. Hiszen ezen az egyetemen minden fiú és lány ugyanolyan hanghordozással beszél. Elsősorban persze azok, akik már jó néhány szemesztert lenyomtak itt. Volt éppen elég idejük elsajátítani azt a kis sényafogó hanglejtést, amely erre az egyetemre jellemző, és csak is erre. Más egyetemek hallgatói másképpen erőszakolják meg s hakespe a renyelvének a mondat hangsúlyait. Sóhajtottam, és csalódottan nyugtáztam, hogy bárki beszélgethetett tegnap este a bokrok között. És mégis. Valahogy biztos voltam benne, hogy az izomagyú Hengtól Peppert hallottam. De vajon ki lehetett a másik? Póla börtön. 17. Éppen arra gondoltam, hogy leugrok a lépcső soraján álló jégrémes kocsihoz, s veszek egyet, amikor valaki megérintette a hátam. Azt hittem, Erik ő az, de aztán lefagyott az egyen képemről. Májká, láng állt mögöttem. Ahogy a napfény az arcára esett, el kellett ismernem, hogy valóban figyelemre méltó darab. Mintha egy görög híros szállt volna le a földre. Rövid, göndör haja, éppen csak leheletnyi, divatos szakálla odysseus idézte az emlékezetembe. Hellol, debi. Csak nem ijesztettelek meg. Ugyan, de hogy tettem a szívemre a kezem. Imádom, ha észrevétlenül mögém lopoznak és megbödösik a hátamat. Legközelebb, ha megkérhetnélek rá, kiálts is a fülembe. Erre Májká, Lángorn, elnevette magát. Mit tettél ma reggel, Debi, csak nem csili paprikát. Komolyan elgondolkodtatott, hogy hogyan viselkedjek vele játszam me a morcos, smirglisima nyelvű, eszement kis csajt, vagy hódoljak-e meg szépsége és férfiassága előtt. Úgy döntöttem, hogy mindegyik nevetséges lenne, ezért immár barátságossá szelidült a mosolyom. Csak egy kicsit megijedtem, mondtam végkülékenyen. Bocs nevetett rám. Legközelebb majd óvatosabb leszek csak megláttalak, és úgy gondoltam, bocsánatot kérek a múltkori viselkedésemért és megkérdezem, hogy vagy. Már sokkal jobban mosolyogtam. Májká, megcsóválta a fejét. Ha a középkorban élnénk, elfutnának előled az emberek. Azt hinnék, hogy éppen csak túlestél egy halálos járványon. Kösz mondtam. Ez jól esett. Kire vársz, kis szívem? csak nem kapott el már is egy mohó fickó. Megmentettem az életedet, vedd tudomásul, hogy tőlem kell engedélyt kérnie annak, aki közeledni próbál hozzád. Megértetted. Tetteted te, szigorúság volt a hangjában, de mintha valami más is lett volna benne. Jézusom, de hát mi a fene? Vársz valakire? Kérdezte. Hát igen, mondtam. Résnyire szűkült össze a szeme is kire. Ne légy kíváncsi kacérkodtam. Legalább azt mondd meg, hogy fiú vagy lány. Lány mondtam. Májká, a szívéhez kapott. Ha tudnád, hogy megkönnyebbültem. Megtudhatnám, kicsoda. Persze mondtam. Erika, szemflőr. Életemben nem tapasztaltam még akkora változást emberi arcon ilyen rövid idő alatt, mint az övén. Olyan komorrá vált a tekintete, mintha éppen most értesült volna róla, hogy a rohadék ellenfél megóvta a legutolsó győztes meccsüket. Te ismered Ericát? Kérdezte immár kedvetlen hangon. Csak nemrég ismerkedtem meg vele. És mit akar tőled? Segíteni mondtam. Annyi az intézni valóm, és... Tudom, mennyi az elintézni valót szakított félbe ingerülten minden elsősnek sok az elintézni valója. Csak éppen nem tetszik nekem, hogy Erika Saint Fleurrel barátkozol. Bizonyára hallottál már róla, hogy egyszer régen be akartam mászni valakinek az ablakán. És be is másztam. Csak amikor már odabent voltam, akkor döbbentem rá, hogy ablakot tévesztettem. Erikő ablakán másztam be. Nézd, Májká, nekem semmi közöm ehhez. Erika nagy hét csinált, pedig esküszöm, hogy nem hozzá akartam bemászni, és nem is történt köztünk semmi. Annyira meg volt rémülve, hogy össze-vissza beszélt, amit végül is meg tudok érteni. Olyasmiket hordott össze, amik egyszerűen nem voltak igazak. Ha Fen tartja a vallomását, akkor most nem beszélhetnénk itt. Hál' Istennek! Szerencsére, nem tartotta fenn. Rájött, hogy valóban tévedés történt. Azóta kerüljük egymást. És jobban tennéd, ha te is elkerülnéd. Nem neked való barátnő. Természetesen eszembe jutott mindaz, amit a lányoktól hallottam, hogy tudni illik a szülőknek is volt némi szerepük abban, hogy ne történjék tragédia. Májká, Langorn, apja hozzásegítette a krokodiltenyésztő Saint Fleur családot némi kis kölcsönhöz, ennek fejében Erikő megváltoztatta a vallomását. Akarsz még valamit tudni rólam? Kérdezte Májká. Semmit feleltem. Eddig sem akartam. Különben nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy leereszkedsz hozzám. Ugyan már, ne csacsiskodj. Vigyorodott el Májká nem tréfáltam azzal kapcsolatban, amit az imént mondtam. Érzek ugyanis némi felelősséget érted. Teljesen felesleges, már el is felejtettem az egészet. Nyomd csak meg az orrod, eszedbe fog jutni. Az orromat. Kék a hegye, ha nem vetted volna még észre. Valószínűleg beleverted a kőbe. Így jár az, aki mindenbe beleüti az orrát, mondtam. Májká, Langorn, gyorsan felém nyújtotta a kezét. Akkor hát viszlát, Debi. Még majd összefutunk. Megfordult és elindult az épület bejárata felé. Én is megfordultam, de ekkor utánam kiáltott. Hi. Hey. Debi. Újra megfordultam. A legalsó lépcsőfokon állt és felé mintett. Ha valamire szükséged lenne, csak szólj. Mindenki tudja, hol lakom. Még egyszer intett, és eltűnt a kancellária épületének az ajtaja mögött. 18. Alig, hogy Májká, eltűnt a szemem elől, felbukkant Erikő. Szürke ültek az arcán, amiből arra következtettem, hogy látta, amint Májkákkal beszélgetek. Ezt aztán nem is titkolta. Amint mellém ért, a kezembe nyomott néhány űrlapot, és a kancellária oszlopai felé nézett. Szóval személyesen is ismered. Kit? Bukott ki a számon. Láttam, hogy Májká, lángurnal beszélgettél. Az túlzás, hogy ismerem, illetve. Gyere, leülünk valahova, kitöltjük ezeket a kérdőíveket, aztán meghallgathatod anyai tanácsaimat. Különben utólagos engedelmeddel már be is írattalak három helyre. A következő óra kemény munkával telt el. Sorban végigvettük az elkövetkező napok teendőit, s amikor végül is fáradtan hátradőltem a padon, úgy éreztem, hogy megtettem az első lépéseket a diplomám megszerzése felé. Természetesen megpróbáltam hálálkodni, de Erik csirájában belém folytotta a szót. Egy szót se halljak. Tette a számra a tenyerét. Csupán egyetlen szem vagy a láncban. Te is ezt fogod majd tenni. Milyen láncban? Értetlenkedtem. kettem. Az életláncában felelte. Így megy ez már azóta, hogy megalapították ezt az egyetemet. Mindig akad jó néhány zöldfülű, aki segítségre szorul. És mindig akadnak tapasztalt rókák, akik segítenek nekik így hálálják meg azok segítségét, akik nekik segítettek. Jövőre, vagy valamikor a jövőben, te is találkozol majd olyan szerencsétlen, ide-oda tébláboló nyomoronccal, mint amilyen most te vagy, s akkor kérlek, segíts neki. Így lehetsz hálás nekem. Értve? Értve? Vágtam rá. Kezet rá. Kezet ráztunk. Úgy éreztem, mintha kezdene valami kialakulni közöttünk. Mintha már sokkal több rokon szenved éreznék irányába, mint korábban. Annak ellenére, hogy volt azért még fenntartásom vele szemben elég. Azt gondoltam, hogy felállunk, és mindegyikünk megy a saját dolgára, esetleg megbeszélünk egy későbbi randit, Erikő azonban nem mozdult. Mintha akart volna még valamit tőlem, és azon töprengett volna, hogy előrukkoljon -e vele. Némi hallgatás után felemelte a fejét, és összehúzott szemekkel rám nézett. Szóval azt mondod, hogy csak futólag ismered. Azonnal tudtam, hogy csak Májkáról lehet szó. Már említettem. Jól van, csak ne idegeskedj. Remélem, megvan a magadhoz való eszed. Ezt hogy érted? Hökkentem meg. Azt tudod, hogy a fickó nagy vadász. Vadász. Levadásza a lányokat. Fejtsem ki bővebben is. Azt hiszem, nem szükséges. Májká, lángúrn, engem akart akkor. Mondta keményen a szemembe nézve. Nem vagyok biztos benne, de alig ha nem tátva maradt a szám meglepetésemben. Téged akart. Nyögtem. De hiszen azt mesélte, hogy valakinek az ablakán másnak az ablakán. Szóval már erről is beszélgettetek. El szerint mindent tudsz arról az esetről. Nem tudom, hogy mindent tudok-e. Mit mondott rólam? Kénytelen voltam elismételni, amit Májkátől hallottam. Erikő hallgatott, nem szólt közbe, csak amikor már befejeztem, emelte rám a tekintetét. Szóval ezt mondta. Ezt bólintottam félrehajtotta, majd megcsóválta a fejét. Hogy hazudik a rohadék. Ha lehet, még a korábbinál is szélesebbre tátottam a számat. Hazudik. Hazudik mondta határozottan. Megkérhetlek rá, hogy ha elmondom az igazat, tartsd a szádat. Arra gondoltam, hogy egyáltalán nem is akarok tudni semmiféle igazságról. Semmi közön Májká, Longhornhoz és Erika Sainfleurhöz. Mindegyiknek hálás vagyok valamiért, de a magánügyeikbe nem akarok beleavatkozni. Jézusom, hát még alig vagyok itt néhány napja, és már is nyakig ülök valamiben. Még szerencse, hogy legalább nem gyilkoltak meg senkit a közelemben. Elmondok neked valamit. Csak is a te érdekedben. Oké. Az én érdekemben. Majd a végén megérted, miért mondom ezt. Nos, hogy az elején kezdjem, Májká, Lángorn és még néhányan, beleértve az imént látott Hengtól Peppert is, minden tanév elején kiszúrnak valakit. Többnyire egy zöld békát. Mint amilyen én vagyok. Mint amilyen én voltam. Fogadást kötnek rá. Érted? Attól tartok. A fogadást tétje az, hogy kinek sikerül lefektetni a kicsikét. Köpító. Azért zöld békát választanak, mert az nehezebb feladat. A csini babáknak vannak már tapasztalataik, egy ilyet elkapni nem nagy ügy, a zöld békákkal azonban más a helyzet. Velük nehezebb zöldágra vergődni, ha sejted, mire gondolok. Nos, két éve engem szúrtak ki. Mert, mint ismétlem, akkor még zöld béka voltam. Szóval, fogadást kötnek, majd mindegyikük a saját kedvenc módszerével megpróbálja megnyerni a versenyt. Májká, Lángorn úgy gondolta, az a legcélra vezetőbb és legrövidebb út, ha bemászik az ablakomon. Biztos nem először történt már ilyesmivel. Azt hitte, hogy már a látványától elalélok, és akkor jöhet a mehet. Hát ebben tévedett. Nem kérdezed meg, mi történt a szobámban? Tulajdonképpen. Beugrott az ablakon és bebújt az ágyamba. Csak hogy nem voltam egyedül. Úgy érted? Nem úgy értem. Nem fiú volt nálam, hanem lány. És nehogy félreértsd a dolgot, nem azért, mintha a lányokat kedvelném, hanem mert az a lány, akiről szó van, valamiért nagyon kivolt borulva. Egész este ott sírdogált nálam, majd elaludt az ágyamon. Nem akartam felébreszteni, inkább mellé feküdtem. Aztán jött Májká, lángorn, és beszállt harmadiknak. Már mint az ágyba. Képzelheted, hogy meglepődött, amikor rádöbbent, hogy tanúja is van a támadásának. A legjobb védekezést választotta, amit csak tehetett, megpróbálta megetetni velem, hogy tévedésből mászott be hozzám. Én persze nem hittem el neki, és meg is kapta volna a méltó büntetést, ha nem változtatom meg a vallomásomat. Én azonban megváltoztattam, másképpen szólva úgy tettem, mintha már én is meg lennék győződve az ártatlanságáról. Kértem a bíróságot, hogy ne vegye figyelembe, amit először mondtam. Májká valóban nem hozzám akart bemászni, és eszébe sem volt erőszakoskodni velem. És miért változtattad meg a vallomásodat? Kérdeztem, pedig természetesen tudtam rá a választ. A szülei beszéltek rá. Nem akartam ketté törni a karrierét. Többet nem mondott, én pedig nem kérdeztem. Arról, hogy ne talántán a két család között üzlet köttetett, nem beszélt. Tudod, miért mondtam el ezt neked? Kérdezte. Hát miért? Mert az a gyanúm, hogy Májká megváltozott. Két évig bírta, most már nem bírja. Amikor megváltoztattam a vallomásomat, meg kellett ígérnie, hogy jó útra tér, és véget vet a fogadásoknak. Ő meg is ígérte, és jó útra is tért. Azóta talán, ha két-három mondatot váltottunk egymással, de azért a távolból figyelemmel kísértem a sorsát. Mit mondjak? ő sem igyekezett a közelembe. Most viszont, azt hiszem, hogy elszakadt nála a cérna, és ismét visszaállt a régi rend. Úgy érted, hogy ismét. Néhányan ismét kiválasztottak maguknak egy zöld békát. És lehet tudni, ki az? Kérdeztem kíváncsian. Erik mélyet sóhajtott. Hát persze, hogy lehet. Miért ne lehetne? Aki ismeri, mi a dörgés, az könnyen rájöhet. És most ki az? Erik rám nézett, és gónyosan elmosolyodott. Nem találod ki, szívem. Hát te, tündérkém. Debi, ohara. 19. Szánakozva nézett rám, mintha a halálos ítéletemet közölte volna velem. És én ugyanúgy meg is rémültem, mintha valóban az történt volna. Jézusom, ez nem lehet igaz. Pedig az mondta: Tévedés kizárva. De azért nem kell annyira megrémülnöd. Még csak célpont vagy. Nem fognak erőszakoskodni veled. Egyrészt, mert ez nagyon komoly dolog, másrészt pedig, aki erőszakoskodni próbál, az veszít. A dolognak önkéntesnek kell lennie, ha érted, mire célzok. Másképpen szólva, a hódítónak legalább egy-két hétig a meghódítottal kell járnia. Ez a szabály. De miért éppen én? Tört ki belőlem az elkeseredés. Miért éppen én? Erikő megvonta a vállát. Könnyebbet kérdezz, szívem. És főleg ne nyugtalankodj. Majd én segítek rajtad. Hogy segítenél? Beszélek a fejével, bár már előre kiráz tőle a hideg. Én nem is tudom, mit mondjak. Ne mondj semmit, szívem. Te szerzel örömet nekem. Igazán jól esik a szívemnek, ha elronthatom a kisded játékaikat. Minden esetre, ha találkozol vele, ne beszélj rólam, arról pedig végképne, hogy mit mondtam neked. Erre akár meg is esküdhetek. Nem lesz semmi baj, csak tedd, amit mondok. Mikor találkozunk legközelebb? Majd eljön annak is az ideje. Különben, ha szükséged lenne rám, várj, felírom egy papírra a címemet. Bármelyik lakótársamnak átadhatsz üzenetet, ha pedig nem lenne otthon senki, bögd az ajtóra egy rajszeggel. Oké, bólintottam. Erik rám kacsintott, majd bátorítóan hátba Azért ne borulj ki annyira, nincs itt a világ vége. Egyetemista lettéles ez bizony új kihívásokkal jár. Meglásd, néhány hét múlva már nem is tartod olyan tragikusnak a helyzetedet. Ebben aztán nem lett igaza. Nagyon nem. Húsz. A lányok lakótársaim fancsali képpel fogadtak. En, Gordont még csak megértettem, elvégre abban a cipőben járt, amelyikben én ő is feje búbjáig úszott az adminisztrációban a másik kettő azonban egyáltalán nem tetszett nekem nem mintha en, annyira tetszett volna. Előbb csak ő sündörgött be a szobámba, majd a másik kettő is követte. Nem igen szóltak hozzám, inkább csak egymást nézegették. Egészen addig, amíg le nem hajítottam a kezemben tartott törlőrongyot egy székre, és csípőre nem tettem a kezem valami baj van, lányok. En, Gordon behúzta a nyakát, és rám sem mert nézni. Megí, Wilson hűn és az orrát vakargatta, egyedül Stacy, nézett a szemembe. Hogy mennek a dolgok, Debbie? Jól mondtam. Miről van szó? Úgy értem nincs szükséged segítségre. Segítségre. Hökkentem meg. Mihez? Ennek is segítettünk, mondta Stacy, és megíre bökött. Megí, elkísérte néhány helyre. Lelöktem a porrongyot a padlóra, és magam ültem a helyére. Ki vele? Szóltam rájuk. Mi birizgálja a csőrötöket? Stacy, a falhoz dőlt és megnyalta a száját. Ma a kancellárián jártam, Debbie. És? Ott láttalak a kancellária előtt. Hát innen fúj a szél, gondoltam. Bizonyára észrevették, amint májkák kell vagy Ericával beszélgetek. Miért nem jöttél oda hozzám? Mert foglalt voltál, szívem. Kivel voltam elfoglalva? Mintha nem tudnád, Debi. Az a helyzet, darling, hogy aggódunk miattad. Aggódtok. Kerekedett ki a szemem. Mi a fenéért? Azért, mert májkákkal találkoztam. Azért is. Is. Hát még ki miatt aggódtok. Megi, figyelmeztetőn felém bögte a mutató ujját. Mi csak óvni szeretnénk téged, Debi. Ant is óvnánk, ha kellene, ő azonban egyelőre még nem evezett veszélyes vizekre. En, kihúzta magát. Mintha kitüntetést várna ezért, hogy nem evezett veszélyes vizekre. Én oda evesztem. Közel jársz hozzá, szívem. Konkrétabban, ha lehetne. Megí, megvonta a vállát. Nem való neked az a társaság, Debi. De mintha már ezt egyszer mondtam volna. Konkrétan. Májká, Lángorn, Erika, Szenflőr, Póla, Börtön, és Henk Pepper. Rossz a hírük, Debi. Ekkor elfogott a méreg. Éppen csak kiszabadultam családom óvő zsarnoksága alól, nem hagyom, hogy mások azonnal elfoglalják anyám és apám helyét. Mi lenne, ha nem szólnátok bele a dolgaimba? Kérdeztem éles hangon. Van annyi eszem, hogy eldöntsem, mi a helyes és mi a helytelen. Biztos vagy benne? Persze, hogy biztos. Alig vagytok két évvel idősebbek nálam. Megi, elmosolyodott. Tudod, szívem, mennyit számít ez a két év? Nem tudom, melyik szavammal sértettem meg Stacájt, egyáltalán mondtam-e olyasmit, ami miatt megsértődhetett volna, ő mégis megsértődött. Kihúzta magát és felemelte a fejét. Sápat volt és sápadságában valahogy méltóság teljesebb is, mint általában. Jól van, Debbie, mondta, Felemelte a kezét és tenyere élét végig húzta a levegőben, mintha el akarta volna vágni mindazt, ami eddig történt, attól, ami ezután következik. Jól van, kislány, igazad van, nem fogunk veszekedni veled. Eddig sem állt szándékunkban. Mi csak azt szerettük volna. Hogy ne másszak be Májká, -e, Lángórn, ágyába vágtam közbe. Stacy megcsóválta a fejét. Még csak nem is ezt akartuk mondani. Akkor hát mi a fenét? Azt, hogy ha bele is mászol előtte, azért gondold végig, hogy mi lesz azután. Már egyedül voltam a szobámban, amikor sikerült annyira lecsillapodnom, hogy sajnálni kezdtem, amiért nem hallgattam végig őket. Végig futott rajtam a gondolat, hogy le kellene mennem hozzájuk, és helyükre rázni a dolgokat, de az önérzetem megakadályozott benne szabad vagyok, van saját eszem és akaratom, nem óhajtok immár senki tanácsaira hallgatni. Nem káposztalé lötyögő a fejemben, tudom, mit csinálok. Duzzogva, kétségek között hajtottam álomra a fejem. Minden zavaró körülmény ellenére azért boldog voltam. Úgy éreztem, szabad vagyok, mint a madár.